Üdvözlök mindenkit a videóról filmes csatornán. Itt vagyok Star Wars kisokossal, és beszélgetni fogunk az új Star Wars filmről, az epizód 8-ról. Hát először is megkérnélek rá, hogy mondjál pár szót róla, hogy neked hogy tetszett, mert hallok némi aggodalmat a hangodban. Sziasztok, üdvözöllek Gabi! Köszönöm a lehetőséget, hogy végig csak sikerült ezt a felvételt így a hajnali órákban lassan elkészítenünk. Hát reméljük, hogy nem lesz semmi probléma, és rendbe fel tudjuk venni. Eh, hát én az ébredő erő után nem sok elvárással indultam neki, megmondom őszintén a filmek. Eh, nem mondom, hogy az egy rossz film volt, inkább azt mondom, hogy egy, egy nagyon elpuskázott lehetőség szerintem. És utána jött a Zsiván 1 ami nekem egy személyes kedvenc, és nekem a top 3-ban benne is van, nem mondom akkor... Eljött az idő, Disney, Páli Fordulat, és megnéztem ezt a filmet. Nem, 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 nem jó. Nem tudom, nem, nem tudom, egyszerűen. Dű is van bennem, csalódottság is van bennem, abszolút nem erre vártam. Két óra, negyven perc, vagy mennyi ez a film. Hát nem tudom, hogy minek kellett ennyi igazából. Kicsit bánom is, hogy elpocsékoltam rá, nekem nagyon nem tetszett. Rengeteg dolog szúrta nagyon a szememet, meg a fülemet is. Jaj, nem, nem jó. De mindjárt kibeszéljük, hogy miért nem jó. Oké, okay. lenne egyébként egy kérdésem hozzá, csak azért, mert így az ébredő erő kapcsán, meg ennek a filmnek a kapcsán is, hogy is mondjam, több kritikával találkoztam már, mint elsősorban a rajongók részéről, és így megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy vajon mennyire szól ez az egész dolog, már mint itt elsősorban a negatív dolgokra gondolok, Arról, hogy bizonyos változásokat, ötleteket, vagy akár pont ismétléseket mennyire tud valaki elfogadni, és mennyire zavarja. Mert nekem van egy ilyen, hogy is mondjam, gondolatom, hogy ha valaki nagyon nyitottan áll ezekhez a filmekhez, akkor talán könnyebb a befogadásuk. Uh -huh. és, és szerintem ez valahol benne van az emberekben, de javíts ki, hogyha tévedek a Star Wars ö, nem csak a filmekre, alapvetően a maga Star Wars franchise, nak a rajongói tábor szerintem a legrosszabb közül. Nagyon nehéz betömni a szájukat úgy, hogy ne legyen valami kis foki, valami olyan, hogy rákfené, hogy nekem ez nem tetszik. Ugyanis ugye megvannak már van Most a Disney különösen nehéz, mert volt egy, meg reméljük, hogy lesz egy teljesen komplex érű univerzum, ugye a most már legenda. És előről kezdték pont azért, hogy ne legyen a kezük megkötve. És szerencsétlenek hátba saját magukat, mert mi csinálnak? Csináltak egy full rebootot, és ugyanazokat az elemeket veszik vissza, tehát akkor minek kezdték el igazából előről. És én megértem ebből a szempontból a rajongói tábornak az elégedetlenségét, hogy kinulláztak olyan eseményeket, meg karaktereket, amik gyakorlatilag meghatározóak voltak a Star Wars világában is, és nem látjuk azt, hogy építenék tovább. Én az évben azt utáltam, hogy Semmit nem adott hozzá a Star Wars Univerzumhoz. És itt most nem tudom, mennyire szabad reklámozni más csatornákat, vagy sem, de a retroságnak volt egy kritikája, amivel teljesen egyetértettem, hogy minden abban a filmben, amit megismertünk, az felrobbant. Semmi nem maradt meg egyszerűen. Hát most itt legalább egy pár bolygót meghagytak, ez már azért piros pont. Nehéz munka, nem mondom, hogy lehetetlen. De nem. Okay, de akkor tulajdonképpen nem foghatjuk fel úgy, hogy valahol a Disney ezt a trilógiát egyfajta hogy is mondjam, átmenetnek szánja. Há... Mert, mert azért most, ugye arról, abba maradtunk, hogy spoileresen beszélünk, úgyhogy mindjárt egy egy gondolattal folytatnám. Ugye az epizód 8 al kapcsolatban nekem is vannak problémáim, ugyanakkor összességében nekem ö, kimondottan tetszett a film. Viszont a végén volt egy, egy elég érdekes kérdésem, pedig a hogyan tovább. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, nekem az a bajom, hogy azt hiszem, hogy most jutottunk el arra a szintre, hogy viszik-viszik a nosztalgia faktort, viszont ezt már innentől kezdve nem igazán lehet továbbvinni. Hát ugye ismerjük az okokat, hogy miért nem, ugye az alapszereplők tulajdonképpen eltűntek szép lassan. Igen. Um... Bár nekem meggyőződésem, hogy a harmadik részben igen sok Mark Hamill uh, Force fogunk látni, Meg de... A... igen de ez, ez, már megint egy másik kérdés. Én azt nem értem alapjáraton a Disney meg, hogy itt volt az ébedő erő, és a Zsiván egyes. Uh, miért a spin offok -ok azok, amik bátrabbak? Miért azok azok a filmek, amelyekkel sokkal jobb tudnak nyújtózkodni, teljesen el tudnak rugaszkodni a dolgoktól? Hát ilyen filmet, hogy nem úgy kezdődik, hogy régi egy messzi galaxisba Star Wars beugrott felirat, ugye mi volt a Zsiván egyes. Hát még én is felhúztam a szemöldökömet, a hogy azért ez nem tudom, hogy jó volt -e. És Elfogadtam, rendben van, tovább léptem. És nem értem, miért a számozott részekkel kell bugdácsolni. Azért mondom ezt, mert a zsímályás nem volt szerintem annyira megosztó, mint az ébredő erő, vagy mint, mint ez a film most. Így a kritikusok szemszögéből, meg a rajongókéből is talán. És ugye ez volna, most például a játékoknál is, a számozott rész az, ami a folyt fontosságú, és sorrendben a legelsőnek kéne, hogy legyen. De most erre viszont van egy gondolatom, annak ellenére a Zsivány 1-es összességében nekem jobban tetszett, mint az epizód 7 vagy az epizód 8, de azért egy fontos dolgot hozzáfűznék, hogy kritikai szempontból, filmtani szempontból a Zsivány 1-es nagyon-nagyon döcög az elején. Tehát az az, az az a film, annak az első fele az konkrétan nincs összerakva. Tehát most ö, ö, nekem mindig is egy veszőparipám volt az, hogyha valaki szitta az ébredő erőt, hogy azzal nem értek egyet, amikor valaki azt mondja, hogy az a film egy rakás szar, mert az de, nem igaz, nem tehát lehet, hogy, meg nem igaz, tehát lehet, hogy neked nem tetszik, de egy ilyen filmet, egy ilyen rendező, az nem szarul rak össze, maximum közepesen, maximum rossz koncepcióval, és neked nem jött be, de nem szar. Viszont mondjuk, például mondjuk a Transformers 5 mondhatjuk, hogy szar, de még az is jobban van összerakva, mint mondjuk a Zsivány Egyesnek az első fele. Igen. Viszont a második fele az egy akkora bomba tud lenni, hogy még így is Ferejteti elviszi a az filmet elejét. teljesen. Így van. Igen. Viszont válaszolva a kérdésedre, én továbbra is azt gondolom, hogy itt a fő probléma az volt, hogy a Disneynek muszáj volt hát muszáj volt, Ez most tegyük idézőjelben, muszáj volt belekezdeni egy új trilógiába, és ott nekik nagyon-nagyon fontos volt az, hogy ne legyen a film nézhetetlen. És akárki akármit mond, az ébredő erő nem nézhetetlen, legfeljebb sokaknak nem nyerte el a tetszését, de én azért nem mennék ilyen mélyére, hogy nézhetetlen lenne a film, nem, és csak utána merték bevállalni a és viszont már meghatározta az utat hogy merre tovább. Ö, nem tudom, egyébként szerintem lassan menjünk bele az új filmbe, mert igen. Ö, akár, szépen, igen, a és akár érdekes lehet az, hogy ütköztessünk álláspontokat. Hogy, ugye mondjuk azt, hogy nekem tetszett, és mondjuk azt, hogy neked nem. Igen, igen ez pro kontrába? Uh -huh. Jó, rendben. Akkor úgy zárnám ezt a mostani szekciót, hogy annyira érzem a filmek alatt a Disneynek a marketing dömpingét, ezt a hatalmas kampányát, hogy ha kiveszem a film mögül ezt a részt, egy, és most az utolsó csatolásom itt az ébredőrőben, hogy az a film már akkor nyereséges volt, mikor a még mert ugye akkor a marketing volt mögötte, és annyira ki voltak rá ijedve az emberek, hogy vitték a játékot például, játékokat, meg hasonló bábukat. Viszont most már a nyolcadik részt, amikor minden évben kapunk egy kis Star Wars, már nem fog akkor eltütni egy új rész, hiába folytatás, számozott folytatás. És szerintem ezért lehet az, hogy ennek a filmnek most jóval nehezebb dolga lesz megfelelni, mert már nincs benne az a nagy ováció, hogy hú, Star Wars film. Megvan még, ez mindenki volt, mert ez a rajongás faktor, de nem akkor, mint az ébedő erőnél és szerintem annak a filmnek pont ezért volt könnyebb dolga, kritikai szempontból is, mert el tudta nyomni ez a hatalmas rajongás, ez a elfogultság, hogy új, itt egy új Star Wars, és egy kicsit elnéző beszek a hibáival. Ez most így három év után, már nem biztos, hogy kettő, ez nem biztos, hogy már ennyire működni fog. Tulajdonképpen tulajdonképpen egyetértek veled, ugyanakkor az egy fontos dolgot megjegyeznék. Amit mondtál a disney azt mondom, hogy igazad van, de hogy ez mennyire rossz, az viszont egy másik kérdés. Mert közben mondjuk, hogyha én ez gazdasági szempontból nézem, akkor a Disneynek a marketing épezete, az Hibátlan. egész felépítése hibátlanul Igen. működik. És, és még azt sem mondhatom, hogy erőszakos lenne. Tehát tulajdonképpen még ez sem igaz, és hibátlanul működik. Úgyhogy én ezért nem tudom feltétlenül őket bántani, Nekem azért lenne egy olyan jellegű kérdésem mindenképpen, hogy nyilvánvaló, vannak dolgok, ami miatt neked nem tetszett a nyolcadik, vannak dolgok, ami miatt nekem tetszett például a nyolcadik, de nem tudom, hogy valaha lehetne készíteni olyan Star wars ami mindenkinek megfelel. Mert Biztoségen. szerintem nem. Biztos, nem. És hát... A másik örök veszőparipámat ismét elővenném, hogy aki szídja az ébredő erőt, és azt mondja rá, hogy hát, rakásszar, előzmény trilógia. Hm. És George Lucas. Tehát rendben van, vannak nagyon jó pillanatai, na de azért próbáljuk meg ezt a szarjelzőt ezen a mérlegrendszeren egyensúlyozni, igen. ahol az egyik serpenyőbb az ébredő erő van, a másikban pedig az előzmény trilógia. Ott tölt vele, igen. Tehát a Disneynek a marketing kampánya még nem ért el azt a szintet, amik, amit a George Lucas élt át az előzmény trilógiánál, amikor már csak a pénz volt a lényeg. És, És azért ne felejtsük ráabudni. el, hogy az előzmény trilógiának az első epizódja baszott sok pénzt hozott, de a második, igen. és az főleg a minőségnek tudják be, nagyot ö, zuhant. Igen, hát megint az ki volt a kézve a emberek új szárvó szó trilógia, első rész volt a bevételnek, a, 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 tehát a marketing szempontjából, tudja azt a legtöbbet. Na, de most hát tényleg térjünk rá a nyolcadikra, mert <laughs> érzem, hogy benne is vannak dolgok, meg érzem, igen, hogy magamban igen. is... Milyen? Úgyhogy... Meg, meg, látványvilág, vagy, vagy pozitív? Nem, nem figyelj, figyelj mond, mondd el, hogy neked mi tetszett benne. Szerintem ez a legegyszerűbb. Kezdjük ezzel. Már gondolom, az hogy ez a... lesz a rövidebb lista, de, de kezdjük ezzel, hogy neked mi tetszett benne. Az, az nagyon szimpatikus volt, hogy végre nem azt láttam, ami például a Zsiványegyesbe megvolt, az ébedőrében is megvolt, hogy szinte csak az embereket látjuk, és rengeteg olyan helyszínen vagyunk, ahol nincsen se élővilág, se semmilyen fajta olyan berendezkedés, ami civilizációra utal. Nagyon tetszett az, hogy sokféle ember, ö, sokféle fajt van fel a Star Wars, olyanokat, amiket nem is láttunk még, sokféle élőlényt. Én ezt nagyon hiányoltam, mert a Star Wars nem csak az intelligens téformákról szól, hanem igenis a növényekről, az állatokról, ezt ö, ügyesen pótolta, és meglepően jók voltak. Hát például ezek a kis, meg nem mondom milyen püsátok, amikből biztos nagyobb bevételük lesz, hát azok nagyon aranyosak voltak és nem tudták annyira a poénkodás se velük, hogy már gicsessé csapjon át. Nekem ez például nagyon nagy pozitívum volt. Ezt, ezt, ezt nem vártam a filmtől. Mi az, ami még Ezt aláírom. Igen, mi az, ami még Ez elég rossz, hogy keresgélem. Megmondom őszintén, a film nézése közben is úgy már úgy kinkeservesen próbáltam keresni, hogy mi volt, ami szimpatikus. Lúk halála. Na, ez azt tetszett egyébként. Öm, furcsa, hogy az ébedő erőben, nekem az volt, és, hogy... És most azért tetszett. a halált, azt tegyük idézőjelbe. Hát igen, fene tudja de a után már bármi lehet, mindegy, ez megint egy másik téma, hogy ö, ott szerint nálam elérték azt a hatást, amit, amikor azt mondtam, hogy na most csinált meg, hogy amikor Luke igazából mesternek látszott, nekem legalábbis. Én, én nekem nem jött át annyira a karaktere, értem, hogy nem akarták obi csinálni, Jodásra, ezzel nincsen baj, sőt örülök is neki, de nekem egy kicsit ellentmondásos volt a karakteren, és a végén éreztem azt, hogy na most ért el arra a szintre, amikor azt mondom, hogy na ez az a luk, amit én szerettem volna. És a véleményem szerint az ébredő erőben is az sikerült a legjobb, amikor Hánt így gyakorlatilag, és, és Dúkja is ez volt, hogy nekem érdekes, hogy ez a legszebb jelenet, ami egy szomorú jelenet. Mégis valahogy azt úgy eltalálták nálam. Egyébként most erre egy fél mondat agálnék. reagálnék nekem az ébredő erővel az egyik legnagyobb problémám volt a Han szóló halál. <laughs> Jó vagyunk. Tehát, mert, mert azért, mert nem volt semmi fajta érzelmi töltete. Tehát egy eleve egy nagyon kiszámítható dolog volt, az hogy ez meg fog történni, és hát most sok trónok harca rajongót megbántva tehát nekem annál a sorozatnál volt egyszer-kétszer ilyen feeling, hogy ja, már megint meghalt valaki. Tehát nekem ilyen volt, hogy igazán azt vártam, hogy mikor hal meg. És pont ezért nem tudott érzelmileg abszolút meghatni a kedvenc Star Wars karakterem halála. Hm. És ezért haragudtam az egyik legjobban arra a filmre, viszont itt sokkal jobb érzelmi töltet volt szerintem, mert igazából nem lehetett kiszámítani azt, hogy biztosan végeznek-e a karakterrel legalábbis ebben a formában, vagy nem. Tehát itt azért ez nem egy lejátszott dolog volt. Igen, abszolút. Legalábbis számomra. Teljesen Tehát teljesen. nekem e ennek nagyobb érzelmi töltete volt. Öm, van még pozitívum, vagy, vagy biztosan, biztosan van, csak így most hirtelen ennyiben nem nagyon ugrik be, mert annyira, és lehet, hogy ez nem jó, hogy most ennyire ráállok erre a gyűlöletkampányra, de valahogy elnyomja nekem egyszerűen. Nem, nem okay. tudom miért. Én alapvetően úgy állok a Star Wars filmekhez, hogy én a rosszat látom benne. Nem most, hogy nem élvezem, nem erről van szó, szóval csak nyilván jobban szúr nekem, hogyha valami ott nem áll össze egy koherens egészé, mint, mint a jó. Oké, okay, akkor elmondom, hogy nekem mi tetszett, és akkor lehet, hogy már abba találsz olyat, amiben bele lehet kötni. <laughs> nekem nagyon tetszett az, hogy elkezdett ez az egész trilógiaként működni. Tehát érezhetően vannak lépcsőfokok, itt most arra gondolok, hogy az ébredő erőben a pók karakter egyetemen háttérbe szorult. Itt viszont előtérbe került. És ez szerintem koncepció volt. Uh -huh. Mármint arra gondolok, hogy hogy kicsit ez jön előre, kicsit az jön előre, kicsit ezzel foglalkozunk több. Na most, hogyha ezt egyben nézzük egy trilógiába, akkor valószínűleg majd a végén kb. mindenkinek ugyanannyi játékideje lesz, és ezt tetszett, hogy próbál egybe is funkcionálni. Ugyanakkor, ami másik dolog, ami nagyon tetszett, hogy ugye az ismert uh, galaktikus emós kölykünkből csináltak egy, hát azt nem mondom, hogy már megszerettem a karaktert, mert attól a még, még, de dolgoztak rajta. Tehát uh -huh. ez rendkívüli módon tetszett, hogy tovább gondolták, érezték, hogy az kevés, meg gagyi, ami az ébredő erőben van. Itt viszont azért a karakter árnyaltabb lett, és tudtak vele mit kezdeni. Legalábbis az emós, röhelyes gyerekből csináltak valami Hát azért például az mekkora volt, amikor a Snoke azt mondja, hogy vedd le azt a röhelyes maszkot. Igen. Hát az megfogalmazta egy fektálás. rajongó bázisnak a óhaját, úgymond. Ja, tehát, igen. tehát ez például nekem nagyon tetszett. Aztán a következő dolog, ami, ami nekem nagyon tetszett, ami, amit egyébként ma olvastam, hogy több rajongó negatívan állt hozzá ez a dologhoz, pedig nem akarok ezzel senkit megbántani, mielőtt félreértés lenne belőle. Nekem ez átjött ez a dolog, hogy sok olyan kép van a filmben, ami tulajdonképpen egy, egy ilyen főhajtás a Fisher előtt. Uh -huh. most például olvastam, hogy, hogy valaki oda kommentelte a videóm alá, hogy miért szerinted annyira tetszene a Kerry Fishernek az, hogy Superman csináltak belőle. E én értem, hogy ő neki ez jött le belőle, de valószínűleg azt a jelenetet a rendező egyáltalán nem ebben a közegben szerette volna mutatni, ahogy az, az illetőnek lejött, aki ezt írta. Hát Megvolt meg ennek a jelenetnek a szépsége. Ugyanúgy, mint ahogy a lucku megsimogatja a fejét, vagy Igen. amikor megkapja a kockát. Szerintem nagyon kegyeletesen bántak a színésztő emlékével és a karakterével. É, és akkor kicsit ehhez csatlakozva a kikacsintások, tehát az eredeti üzenet, hát az, az, az 10-ből 15 az pont. Az nagyon jó volt, igen, ütés volt. Meg, <laughs> igen, ja, úgy, úgy, ahogy mondta, így van, illetve nem is tudom, mi volt még, ami ennyi, ja, meg hát a joda, hát az mennyire nagy volt már. Na, az engem, <laughs> most ne arra, hogy közben vágok, én, én lehet, hogy én láttam rosszul, de ugye három hát gyakorlatilag három képkockáig látjuk, három ö, kamerállásból. kamerálásból. És én a másodikra, amikor már ö, vele szemben van közel, és már talán gyújtanál föl éppen, tehát a másik megjelenése, az baromi jól néz ki. Ott én is mondtam, hogy na, nem CGI, vagy legalábbis tényleg, valószínűleg ez bábá bá volt, tényleg az eredet itt használták föl, vagy újtották föl. Ott mondtam, hogy ez az, köszönöm. Ez ugye J.J. abrams is nagy álma volt annak idején, ne CGI, hanem építsük meg. És ez nagyon jó volt. Viszont a legelső megjelenésénél én lehet, hogy rosszul láttam ezt, ez lehet, hogy majd egy újranézés el kellene, de nekem ott nagyon kilógott, nem tudom. Lehet, hogy én, én tényleg rosszul vettem észre, de én úgy vettem észre ezt az egészet, mint hogyha az ott nem egy báb lenne, hanem hanem mint egy számítógépes effekt lenne. Vagy ha nem, akkor, akkor nekem egyszerűen valahogy nem állt össze ez a dolog. Nem, nem tudom nagyon megfogalmazni, mi volt a problémám mm -hmm. vele, de... Én Ilyen. most csak azért mondom ezt, mert már ugye sikerült többször abszorválni, és többször, mint szerettem volna látni a filmet mindenképpen. Szerintem az van, hogy ez bábú volt, de nem az eredetiről mintázták teljesen, mert kicsit mások az arányok rajta. Ha megnézed majd esetleg újra, és mondjuk nézed a körmét vagy a lábát, akkor mások az arányok, mint a régi papeten. Mm -hmm. Hát, ez vettem, és... és görbébb. Igen, és lehet, hogy ez ezért jött, Ja, és természetesen rá volt húzva egy ilyen cgi igen, Force Igen. Ghost, tehát a franc tudja, de elméletileg ez egy papet volt, és neke, nekem ez is baromira tetszett. Igen. Ö, és hát. Már mi, mi nem tudom, mennyire még... volt jelentőség, te, jelentőség de és az jó volt, hogy még a mestert is tudja tanítani az igazi nagymester. Ez tetszett. De ezt a gondolatot szerintem bárki más át tudta volna neki adni egyébként. Ez igaz, de valahogy egy érdekes dolog volt, hogy pont hallgattam egy beszélgetést a mai egyik vetítés után, és ott mondta valaki, hogy azért az a joda az, 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 az azért ott odabaszott. Tehát na, az, az ott jó volt. És akkor így nekem is az volt, amikor először láttam, hogy ja, ez így ide jó volt, ez így kellett. Tehát nekem is tetszett ez a vonulat. Nekem pozitívum, hogy veled ellentétben én egyáltalán nem éreztem hosszúnak a filmet, legalábbis nálam ez egyáltalán nem volt negatívum, és úgy összességében a storyból a luke Rey, kylo vonalat azt úgy egy pozitívumnak venném. Uh -huh. Tehát azt így egyben egy pozitívumnak venném, és nekem úgy nagyon tetszett a az egész koncepció a lezárásba. Tehát az a megjelenik luk feketében. Igen, igen. és, is volt feketében annak idején. Igen, és, és akkor utána az a harc, aztán maga az erő egy visszakerül egy, egy misztikus szintre. Tehát ez a George Lucas fogja azt egy, egymás után bassza meg az összes midi és, és, inkább csináljuk ezt. Tehát engem nem érdekel, szerintem az olyan röhelyes dolog volt, hogy, hogy ez nekem sokkal jobban tetszett, hogy megint van ebben némi misztikum. Igen, ez Tehát, kérdés. hogy, hogy valami új van benne, Öm, nekem ennyi az, ami úgy nagyjából tetszett benne. Igen, mondtad ezt a lejjás dolgot, Ö, az nekem is szimpatikus volt egyébként ez a ö, erőhúzás, csak mit tudom én, nagyobb tömeg miatt ő ment hozzá, vagy nem tudom ennek miért a fizikája, de most mindegy is. Ö, bár, bár egy kicsit én túlzásnak éreztem a végén, szóval hogy ez egy pár kevesebb ideig tart, akkor lehet nem csapát tényleg annyira szupermemba, hogy azt mások is mondták. Bocsássak, De... hogy közbevágok. Valószínűleg, hogyha a színésztő nem hal meg, akkor ez egy nagyon rövid jelenet lett volna egyébként. Tehát arra ez arra valószínű, arra valószínű arra hogy ez ennek szólt inkább. Igen. És arra akarnék kicsatolni, csatolni, ahogy tetszett tényleg ez a perspektíva váltás, ugye, hogy Leia a, ö, és Pónak is a karakterét kicsit teltebbé tették, hagyták, hogy ők szerepeljenek többet, holott pedig elméletek, mi mindig Kylo rend meg, tehát erről kéne szólni a filmnek, ez, ez teljesen jó döntés volt, és pont ez volt nekem a szimpatikus húzása még a filmnek, hogy nem éreztem ezt egyébként a, úgy kényszerszerűnek, hogy, én, hogy a film rám tudta, hogy én szeretném megismerni ezeket a karaktereket, hanem tényleg olyan szituációkba keveredtek, amik végül is felkeltették az érdeklődésemet. Hogy most ő, mit a, ez a bb távaló kapcsolata is olyan érdekesnek találtam még az első hetedik részben, mondom, oké, hogy Átuti szerették, meg a rajongók is, meg a nekén is, de ez gyakorlatilag. Hát most a filmben is, mikor megjelentek, ugye a a bezuhantak egy siklóval, ott is örültek, hogy ah, éreben maradtál, és hol a droidom? Tehát, nem ár azért, értem, hogy fontos ez a droid, de ott az a másik két élő ember, az nem számít annyira? Igen. Ez csak úgy szemet szólt egy kicsit, de egyébként ez nekem ez egy, ez egy, szimpatikus húzás volt a készítők részéről. És azt hiszem, hogy ki is fogytam. Most már tényleg. Hmm. Na, és mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk a negatívumokat kezdeném én, ami nekem nem tetszett? És akkor utána elmondhatod te is, vagy esetleg reagálhatsz is rá. És akkor így már, így már akkor kezd, lehet, hogy valami meccés pontot is sikerül kialakítanunk. Jó. Egyébként, egyébként ez ez nagyon érdekes lesz, majd kíváncsi leszek, hogy merre fog eljutni a beszélgetésünk, mármint már abban a tekintetben, hogy egyáltalán nem biztos, és most visszautalnék arra, amivel kezdtem a beszélgetést, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mi ketten olyan különböző képen láttuk ezt a filmet. Elképzelhető, csak, persze. Csak az, az is elképzelhető, hogy ezek a problémák mondjuk nálam nem voltak annyira súlyosak, mint esetleg nálad. De, mert én ezt többször észreveszem, hogy most mondok egy nagyon egyszerű példát, több embernél olvastam azt, hogy ő neki teljesen elrontotta a hetedik résznél az élményt, a Kálló rendnek a figurája. Oké, okay, mm. rendben, nálam nem tudta elrontani. Engem is zavart a csávó, de elrontani nem tudta a filmélményt. Én mm. mm, nehezen tudom elfogadni, de el tudom fogadni, hogy valakinél ez megtette, hogy ez teljesen elrontja a filmet. Nálam ez kevés volt ahhoz, hogy elrontsa a filmet. De oké, okay. na de akkor mondom a problémáimat, ami nálam nem annyira súlyos, hogy komolyabban zavarna. Először is kezdeném egy olyan dologgal, amit nem mondanék igazán problémának, kettő eset miatt mondom problémának. Nekem jól működött a film humorvilága, alapvetőleg. Kettő olyan eset volt, amivel nem tudok mit kezdeni. Az egyik, amikor, amikor Luke hátradobja a kardot nekem az annyira egyértelmű rendezői trollkodás volt, tehát az már nekem átsúszott a ló túloldalára. Igen. A másik pedig a Huxnak a karaktere. Ő olyan szinten, mert én nagyon sok filmben láttam a Don Hall Gleesont, és ő egy remek színész. Tehát ez koncepció volt, hogy belőle egy paródiát csináltak. És engem ez, főleg az elején ott nagyon zavart. Mm -hmm. Tehát az oké, okay, hogy, hogy amikor ott a Pó beszél neki, hogy a Huxot keresem, és és akkor <laughs> az, alapvetú, egész az, volt. az vicces volt, de ha megnézted közben a grimaszokat, amit vágott a Don Hall Glisson, akkor az meg ilyen paródia jellegű mm -hmm. volt. Mm -hmm. Meg az, hogy ő neki ez nem esik le, meg ilyenek. Tehát az első részben kaptunk egy zsebnácit. Az teljesen, hú... Most meg kaptuk ennek a paródiáját. É, igen, ez, ez nekem se itt össze. Éppen ez ez mellett, olyan fura volt. Áh, akkor lőttek hát... a szuperfejbe, én úgy vártam, hogy valami nyál vagy hab képződjön a száján, mert tényleg olyan volt, mint egy náci párgyűlés gyakorlatilag. Aha, így van. Hát egyébként, mondjuk ettől függetlenül hozzátenném, hogy a karakter, tehát amikor Lukra ki kilövik nagyjából Irak összes atomrakétáját, ami, ami nincs is, igen. akkor ez a biztos, hogy meghalt. Tehát, vagy igen, nem jaj, az tudom, jó mondom, az volt, az fontos, jó fontos, volt. Pontosan az, az mondjuk zseniális volt, meg az is, amikor előveszi a pisztolyt, hogy mi történt itt, és amikor megmozdul a Kylo, akkor visszarakja szépen. Igen. Az, az is nagyon jó volt. De egyébként a Poén tekintetében ez a kettő dolog, ami kicsit zavart. Mert az egyik az konkrétan egy karaktert máshogy kapunk meg, mint ahogy eddig. A másik meg én azt érzem a kardeldobásnál, hogy ez az egy ilyen direkt fricska trólkodás volt. a túlzás. Igen, tehát, tehát nekem az egy kicsit sok volt. De nem mondanám a humort negatívumnak, csak talán ez a kettő nem sült el annyira. Igen, Viszont igen. ami nekem egyértelműen a film legnegatívabb pontja az az, hogy ahogy említettem, a sztori egyik fele, az a pozitívum. A másik fele, az a negatívum. Uh -huh. Tehát az, hogy hogy a másik sztorink az annyi, hogy menekül a hajó a másik hajó elől. Uh. És, és van egy sztori, hogy lemegyünk a Benicio del Toro karakteréért, ami irreleváns. Tehát, tehát ha azt úgy fognánk, azt a húsz lapot kitépnénk a forgatókönyvből, semmi nem történne. Igen. Tehát az, hogy mi oda lemegyünk arra a kaszinó izére, az irreleváns a film, egészét tekintve, és sajnos az is bebizonyosodott ezáltal, hogy a film képtelen mit kezdeni az eddigi trilógia Finn karakterével. Igen, de ezért hát... hát akarták megöletni. Egyébként az a vicces tudod ebbe az egészbe, hogyha beleszáll abba a fegyverbe, akkor azt mondom, hogy nekem az lehet, hogy 10%-ot emelt volna. Igen, igen, Pontosan, mert, pontosan. És, és most üssenek meg, köpjenek le, de kurva Isten, hogy azért nem szállt bele, mert kiírtották volna a néger karaktert. Ha. Jó erre nem Ezt gondoltam egyébként. Volt, hogy, őt, hogy ő ne szálljon bele, mert akkor egy néger van, azt is kinyírjuk. Azt van mert mindig egyszer Tehát... a amúgy is. És, és nekem van egy ilyen... Nekem az annyira beteljesítette volna a jelenetet, hogy beleszáll, megmenti őket, és akkor önfeláldozza magát, és ehhez képest meg egy ilyen eléggé, hogy mondjam, 22 forintos megoldást választottak, ami, ami nem tetszett. Igen, mondjuk, de... ha meg az úgy történt volna, akkor nincs ez a végén a csavarlukkal, meg a fénykarpárbaj kettőjük között. Hát ez igaz, de azt, azt, azt még azt mondom, hogy azt még könnyebb megoldani és áthidalni, mint azt, hogy érezhetően most már kettő rész óta nem tudnak mit kezdeni a film karakterével teljesen. És fazmáival se? Hát azzal se. Tehát azt a nem van. is értem. Hát a túlélte ki... ezt is. E, e, igen, ha már trónokharca mond... hasonlat, akkor pont aktuális. Mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy meghalt, de ha meghalt, akkor azért tegyük hozzá, hogy nem sok értelme volt ennek a. Hát inkább egy ez is egy marketing húzás volt, nem, vagy ne, gondolom én nem, nem értek hozzá. Na igen. igen. Igen, Na most engem őszintén szóval ez a két dolog zavart. De de igazából a második, az első nem annyira, és hát most kicsit nevesítve a dolgokat, hát a magyar szinkronna nem voltam túl elégedett egyet őszintén tök. szóval. Megmondom. Ö, megmondom őszintén, hogy az eredeti trilógiát azt csak a régi magyar szinkronnal láttam, nézem a mai napig. Az előzményt azt nem szoktam szinkronnal nézni. A ébredőrőt azt eddig egyszer láttam szinkronnal, és kétszer angolul. Ezt a filmet eddig mindig magyarul láttam. Én most megmerem kockáztatni, hogy ennek volt eddig a legpocsékabb szinkronja az összes közül. És most nem is feltétlenül kordítások zavartak, hanem például én értem, hogy, hogy a Luknak annak idején a buci volt a hangja, de könyörgök. ő 50 éves, Igen. a már 64, Igen. de nem is ez a probléma, hanem az, hogy Stolbuci 50 évesen simán leszinkronizál egy 40 éves. De egy 60 éves nem tud leszinkronizálni. Ez viszont pont ezt éreztem nála, hogy. Annyira energikusan adta elő néha a szövegét, hogy teljesen kizökkentett, nem, nem engem, de nem, nem volt odaillő a, sem az eseménye, sem pedig Lúknak a karakteréhez. Én el, inkább egy ilyen obivános vonalat tudtam volna elképzelni, ha már korba is nagyjából ott van. Igen, ez valóban nem ne, volt jó szerintem. Mondjuk sem. nehezen tudok nyilatkozni, mert nem láttam angolul, tehát ezért igen. egyelőre nem tudok nyilatkozni, de engem ez zavart. Én nem, nem is kicsit, hanem nagyon zavart. Pedig őszintén szóval úgy vagyok vele, hogy, mit tudom, én ilyen 2000 után készült szinkronokat nem szívesen nézek, de hogyha arról van szó, akkor természetesen kibírom. De ez most így feltűnt, és nem is szoktam ezzel nagyon foglalkozni. Ja, nekem a film a 15. percibe rohamosan kezdte veszíteni az érdeklődésemet, amikor meghallottam, hogy lézerkard, én, én, erre amúgy is ugrok, tényleg, ez, aki ismer, az tudja, nem egy nagy dolog, de ha már a eredeti trilógiában, szinkronosan is, az angolul is ő, újra felvették, hogy nem lézerszort, hanem lightsaber, nem lézerkard, hanem fénykart, akkor hogy tudtak egy ilyen bakit benne hagyni egy új trilógiánál? Hát ott ö, ment rendesen a vér a fülembe, megmondom őszintén, hogy ilyet, ilyet öö... venni. Most megint azt mondom, hogy most csak, hogy is mondjam, tehát most nem egy olyan információt közlök, ami biztos, ezért most inkább kezeljük ezt zárójelben, de pont előbb olvastam az egyik fórumon, hogy valaki ugyanezt kifogásolta, uh -huh. és ott azt írták, hogy angolul is ezt mondja. Hát akkor végképp nem értem. És hogy, és hogy állítólag már valamelyik filmben használták ezt a kifejezést, de valójában nem szokták, és hogy, és hogy most újra így mondja. És hogy angolul is ezt mondja. Igen, a negyedik részben volt, amikor először aktiválták a fény lézer kardot, és akkor mondta Tobiván, hogy édesapád lézer kardja, és akkor na abban mondja, mondja, mondja azt, hogy de aztán azt újraforgatották, és utána lightsaber lett. Na mindegy, ez, ez az én ilyen uh, Star Wars gramanácim, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazzam ezt meg. Nem egy éjbe kiáltó probléma, csak például rengeteg rajongónak kezdő kivenni a biztosítékot szerintem. Úgy éreztem, hogy olyan voltam, mint a macska, amikor hal valami zajt, és a füle arra felállt. ez Ezt én is éreztem, hogy kaptam a fejemet azonnal, hogy hoppá, mi volt. És így néztek rám a a haverok, akikkel voltam, hogy na mi van? Hát mondom, erős kezdés. Azért így. Na mindegy. Én a történet, ezt említetted. Én, a... én egy ilyen azt hittem, miután végeztem, hogy beültem egy medmax fából vaskarik a futam keverékre, hogy tényleg ilyen um, A-ból el kell jutni B-be, mert ugye gyakorlatilag ez volt ott a történet, hogy nem hiszem azt el, hogy egy első rend, és majd erre külön kitérek, hogy egy első rend, ott van egy csomó másik ilyen űrhajó, hogy nem tudja magának azt megengedni, hogy egy picit beletaposson a gázba, és akkor utoléri őket. Még az volt a probléma, hogy nagyjából egy sebessége alattak, de kívül volt a hatótávolságon a fegyvereknek. Na most akkor miért nem mentek egy faszni gyorsabban, és akkor csókolom le van lőve. Mert inkább megvárták, hogy 6 óra alatt kifogyjon az üzemanyag. Ezt én, ezt én nem is értettem, hogy ez most micsoda. Holott egész végig eltalálták, oké, hogy mondjuk gyengébb így a lövedéknek a becsapódási ereje, vagy én nem tudom, de ez nagyon-nagyon olcsó megoldás volt szerintem így megoldani a dolgokat. Egyesül morzsolódtak le szépen a hajók, azt se értettem. És akkor miért nem adta oda a másik két a hőzemanyagot, mondjuk a főhajónak, azt akkor el tudnak menekülni. Nem, nem értem, mennek egymás mellett, és lelövetik egyesével őket. Ezt nem, nem igazán nem értettem. Jogos, jogos, bár, már most, most, megint bejön az a, hogy is mondjam, az a kis ördög, hogy oké, okay, de hát ugye azért a régi és előzmény filmeknek a sztoriában is néhány Hát bukkanót, buckát, krátert találhatunk, tehát ö, ö, nem tudom, én megmondom össze, hogy ez az a része, ami engem például annyira nem zavart, tehát ezt így elfogadtam. Uh -huh. Engem az, az a storyba az ahogy te mondtad, az maga az alap, a sokkal jobban zavart, hogy tényleg csak annyi, hogy egy kergetőzés és hogy érezhetően ezzel a vonallal azért nem tudtak semmit kezdeni, mert folyamatosan kellett irogatni hozzá, hogy még egy kicsit tovább tartson, de nem olyat, ami előre vitte volna a cselekményt. Ezzel egyetértek teljesen. Én egy ponton még, a ez nem tudom, hogy teljesen direkt volt, de még a film egy kis paródiát is csinált magából, hogy amikor Luke megjelent a legvégén ezen a sivatagos sós bolygón, és meg is kérdezi Pó magát, hogy ez a csávó hogy került ide, amikor csak egy bejárat van. Oké, hogy utólag megtudtuk, hogy ő igazából nincsen ott, de ott elkezdtem gondolkozni egy helyben, hogy jó, tehát az a vége, hogy megtalálják a hátsó kiáratot, ami eddig nem szúrta ki a szemüket, egy olyan univerzumba, ahol mesterséges intelligencia van, és már szinte érezni is tudnak, az nem volt, hogy egy ilyen feltérképezést végezzenek a bunkerban, na mindegy, és hogy akkor miért nem szedtek ki a köveket? ha már ott bejött, akkor, akkor miért nem szedtek ki a köveket, és tehát valószínűleg akkor kiszedte és visszarakta. Ugye a, ré, a végén azt csinálja, hogy kiemeli a köveket a legvégén, és akkor el tudnak menekülni hátulról. És akkor itt a Pó, Pó megkérdezi a többiettől, hogy amúgy tényleg ez a faszi, hogy jött be, hogyha csak egy beállt van. Hát én úgy, egy kicsit úgy felnevettem, vagy magamban jót hogy hát igen, most azért ha nagy volt fel a figyelmét, egy, akkor el ez. Ez jogos lesz, egyébként, csak, csak igazából ezzel úgy voltam, hogy én magam is egy kicsit figyelmen kívül hagytam a kérdést, mert hát, hogy úgy mondjam, éppen zajlottak az események. Tehát, hogy az érdekelt a legkevésbé, hogy honnan jött, mert már az is egy nagy, hogy is mondjam, flash volt, hogy megjött. Tehát ez, hogy éppen melyik ajtón vagy a mely kukából mászott ki, az annyira nem érdekelt. Hát az volt a lényeg, hogy ott volt, de egyébként ebben igazad van teljesen, amit mondasz. Volt egy jelenet a szerintem még a training bolygón, bár sokat nem láttunk a tréningből, hogy Luke, és most nem jut már szembe szó szerint a párbeszéd, de ez nagyon megmaradt, hogy Luke tesz egy kijelentést reinek, amire ő reflektál valamilyen választ, és a következő mondatában megcáfolja az előző mondatát és így néztem is, hogy mondom, itt ezt nem vették észre, hogy kerepelec ki mondja, egy meg egy, az kettő, és a következőben azt mondja, hogy igazából az három is lehet. Most eszembe jut közben, akkor lehet, hogy visszacsatolok erre, most sajnos így nem tudom alátámasztani a mondani valómat, de nagyon furcsátom, hogy hogy nem lehet egy olyat észrevenni, hogy ellent mond egymásnak a két mondat. Ez, ez úgy apró hiba, csak ez a sok kicsit, ez a lézerkart, ez a, a hátsó ajtó, stb. Ez úgy egy idő után úgy összeadódik, és minden olyan problémákat okoz, mint hogyha csak úgy önmagába kezelném, és nekem valószínűleg ezért szúrt egy idő után szemet ez az egész, mert így összeadódtak ezek a problémák. Egyébként most csak így közben eszembe jutott, hogy uh, nekem volt még egy pozitívum a filmnek, hogy uh, tudom, hogy nagyon sok dolgot uh, bele lehet ebbe magyarázni, meg ugye hát annak idején a merchandising, merchandisingnak volt egy olyan része is, hogy ugye minden, amit tudtok a világról, azt a Star Wars-ból tanultam, egy olyan póló. Hogy ennek a filmnek egyébként most akárki akármit mond, és biztos, hogy én már öreg vagyok, és szentimentális, de azért volt egy rohadt jó üzenete. Nekem, nekem ez még nagyon tetszett. Hogy ennek a filmnek volt egy érzelmes, jó üzenete. És azért, amikor ott a végén ugye a Luke mondja, hogy, hogy mindenben tévedsz, uh -huh. hogy van Jedi újra éled a lázadás, és akkor közben mutatták a dolgokat, és utána lukkod. Szóval szerintem a lezárás az fantasztikus. És most akárki akár mond, a film akart gondolatokat közvetíteni, ami mondjuk például a bajós ányakra kevésbé igaz, vagy a klónok támadására például, de, de talán még annak idején, az eredeti trilógia az, amiben volt némi filozófia, bár azért tegyük hozzá finoman, hogy ahogy te figyelmeztettél rá annak idején, ezt azért a George Lucas így diszkréten a szamurái kultúrából nyúlta le. Igen. Tehát, tehát még az a filozófia se nevezhető eredetinek, viszont ez valahol nekem nagyon tetszett. Ez az egész gondolatiság, amire ez fel volt húzva, hogy ugye kezdve onnan, hogy maga ez a kicsit kétes karakter, akivel a pó összezördül, és akkor utána belehajta, belefénysebességezik a másik hajóba. Amikor tehát volt látványos hogy... volt egyébként. Az igen, mondja, hogy... igen. Igen, épp egyébként a délutáni előadásom volt, a, ugye, hogy belehajtva az, a be a hajóba, és ugye ott van egy hatásszínet, és igen, akkor igen, igen. egy ilyen hátulról egy ilyen kőbányai enyhén borítottasan megszólal. Mi van elbaszódott a hang? Nincsen hang csak ez, ez, így eszembe jutott, mert ez így viccesítette a jelenetet a drámaisága ellenére. Igen, gondoltam. De hogy valahol onnan kezdeni így végighúzódni ez a, ez a gondolatiság ennek a filmnek. És ez nekem tetszett, hogy volt egy kis gondolatiság, tudták építeni ennek az egésznek a filozófiáját. Egyébként, ha már egy kicsit így belemegyünk ezekbe a dolgokba, amiben így te belementél -e a így gondolok az ilyen kisebb elszólásokra. Engem például meg az zavart, hogy ha a hetedik részt nézzük, akkor van egy első rend, ami ébredezik, igen, na majd Most előtt, mi van? legyen a galaxist! Je. Hú, hát, te, ne, ne is volt. De ho, hogy? Tehát, hogy mi? Tehát, hogy, de azt hiszem, hogy ilyen már volt egyébként a Star wars ba talán valamelyik előzmény trilógiánál volt ilyen, de lehet, hogy te jobban tudod, vagy, vagy esetleg emlékszel rá, hogy ott volt talán ilyen, hogy a második, vagy a harmadik rész között, hogy történt valami, és akkor a következő rész kiírásában már valami teljesen más, mint ha ugrottunk volna 40 év. Hát, Igen. Tehát, hogy, hogy most itt is történt egy ilyen, és hát ugye most visszautalnék arra, amit én már mondtam előbb, hogy, hogy azért a film után nekem egy negatív érzést adott az a kérdés, hogy hogyan tovább, hogy basszus, attól függetlenül, hogy a rendező előtt számomra le a kalappal, ahogy bántak edifisével. De sajnos van egy olyan félelemem, hogy a következő film úgy fog kezdődni, hogy, hogy réges-régei messzi-messzi galaxisba a Hercegnő meghalt. Hát tehát Tehát a... benne van egy ilyen félelem, hogy mivel, hogy, hogy ugye itt most nem tették meg azt, hogy meghal, Igen. és már nem tudtak anyagot nagyon fölvenni vele, ezért a következő részt így kell kezdeni. Most én úgy és... tudom, hogy elméletileg a halála nincs kiadásra a filmre, mert lefogadták azokat a jeleneteket, ami az ő karakterét befejezi. De hogyha úgy van, hogy te mondod, és most remélem, hogy nincs igazad, hát ott én nagyon komoly táborra fel kell készülni a Disney-nek, hogy az kőkemény utánat lesz akkor. Így Egyébként nem lehet egy ilyen karaktert el Hozzátenném, hogy szerintem sincs igazam, mert abból az egyből gondolom, hogy nincs igazam, mert ugye a Ryan Johnson, benne van a sztoriba a következő résznél. Mm. Tehát ő pontosan tudta azt, hogy mit tehet meg a karakterrel, és mit fognak vele megtenni a következő részben. Igen. És valószínű, hogy ennek a hatása ez. De ugyanakkor számomra egy érdekes kérdést fölvet az, hogy ha most ezt nem tettük meg, ugye a film végén kiírják, hogy a hercegnőnek dedikálják a filmet, Igen. és ehhez képest nem tették meg, hogy... Hogy megölik a karaktert, vagy hogy úgymond elbúcsúznak tőle. Tehát ez mindenképp a következő részre marad, és ez a hogyan tovább kérdés, ez az, ami mindig ott lebeg bennem, hogy azért mind a két filmnél nagyon-nagyon sokat hozzáadott számomra az élvezethez az eredeti szereplők. Persze, Na most hogy ne? Ők együttek, tehát. A, az előzmény trilógiában egy színész van, aki, akire azt mondom, hogy ő mentette a menthetőt, az a Julian McGregor. Az az, az, azon kívül kuka az egész, úgy ahogy van, mármint a szereplő gárdára volt. A Hát, <coughs> <ö> <igen, tos> a <coughs> Én utálom <szar. tos> é, Illetve egyébként, ha már így, már kicsit csapongva beszélek, akkor a negatívumok. Megtörtént az, ami a birodalom visszavágban. <coughs> hogy is mondjam, egy lehetőségként már felmerült, hogy ugye Leja megjegyezte Csuvira, hogy miért kell kerülgetnem ezt a szőnyeget. Hát most ez a film is fölteszi ezt a kérdést, hogy miért kell kerülgetnünk tulajdonképpen. Ez azért picit zavart. Tehát hmm. attól függetlenül, hogy kapott két point, tulajdonképpen, hogyha ő egy faldíszként funkcionált volna a sólyomnak a műszerfalán, akkor körülbelül ugyanezt a hatást éri el. Valóban. Bár én meg is értem, mert nem lehet igazán nagyon mit építeni karakter szempontjából, ez mert dialógus nem lehet vele lefojtatni. De valamit lehetett volna az évelek. Egyébként meggyőződésem az, hogy ő neki nem kellett volna ott lenni a szigeten. Tehát szerintem ez volt a rossz koncepció. Ne. Mert Igen. még ami nagyon célja lehetett volna a karakternek, amikor Luke kérdezi, hogy hát ha itt van csúja, akkor hol van Igen. Han, azt is félbehagyják egy vágással, tehát hogy nem, nem csinálnak ugye papí zsebkendő tépegető részt. Viszont pont ezért azt gondolom, hogy nem sok értelme volt, hogy ott van. Valóban. Hanem hogy esetleg mondjuk a pó mellett, vagy esetleg a finék mellett lett volna, akkor még lehet, hogy az a vonal is egy kicsit érdekesebb lehetett volna. Hát ha már csak azt veszik figyelembe, hogy a Vuki milyen fizikai erővel rendelkeznek, már önmagában az, hogy tegyük fel, hogy így alakul minden, és ott lesznek a hajón ők is a legvégén, mikor elfogták őket, ugye mikor történik a árulása, nem is tudom, hogy a karakterét. DJ. DJ, igen, köszönöm. Akkor ott azért mondjuk a fazma kapitányán lehet, hogy nagyobb esélye indult volna egy Vuki, aki felkapja, azt elhajítja a fenébe. Hát meg legyünk őszinték, előkapja elő a fegyverét, azt ott, mint a 40 rohamosztagost azonnal szarrá elő, akkor már az sokkal nagyobb elégtétel a rajongóknak, mint az, hogy mutatják három hogy vezeti a solymot, meg megeszik egy olyan csirkét. Igen, helyette a bb t robot vezetett egy lépegetőt. Igen, bár mondjuk szerintem az vicc. Aranyos, aranyos volt, igen. Csak szerintem az meg olyan furcsa volt. volt, hogy úgy éreztem magamat, mintha mint a, nem tudom, God forci War című játék, neked valamit. Hallott igen, igen. Elmár. Hát nem játszottam bele, de tudom mi az. Hogy van egy monumentális nagy, nem tudom, egy titán, és mondjuk mész a kezén, és kaszabolod a népet, és közben látod a háttérben, hogy a titán az mondjuk sétál, és látod, hogy változik a tájkép, mit tudom. És ugye a legvégén az volt, hogy a fazma meg a fin egymást kaszabolta, miközben hátul ment a kis droid a lépegetővel, meg ott a rohamosztokosok ott álltak és lőttek. És így néztem a képet, hogy három méter állnak egymástól romosztóbosok, meg finék. De mindenki hátat fordít a kamerának, és ugye a droidot lövi, és egy megfordul, egy laza lövéssel lekapja a kis négerpalántát, azt akkor csókolom, mennyi volt a történet, de nem, ők egy az egy ellen férfiasan, igaz, az egyik az nő. Nem azt mondom, hogy ez nagy hiba, mert ez semmit nem veszel igazából, csak nem szeretem, amikor ezt a tesztoszteront így annyira túlpumpálják, hogy mindenki egy az egy ellen, ilyen végső leszámolást akar, hogy eldőjön ki a faszagyerek, ez volt a Kylo Ren, és mondjuk, mondjuk azt talán a Kylo Ren és a Luke párbajnál lehet a arra írni, hogy ott ugye érzelmi töltet is van. Olyan szempontból, hogy Kylo düböl tényleg, tehát a, és ott a színész csávó azt jól átadja. Ott látszódik az, hogy ökölbeszorul a kezzel, hogy már nem tudja magát tűrtűztetni, tehát ő a Luke-ot tiszta szívéből gyűlöli. És ez nekem ott átjött abba a párbajba. Egészen jó. Tulajdonképpen ebben a jelenetben az a fantasztikus, és ezzel mindenképpen az Adam drive meg kell dicsérni, hogy nyilván nem tudjuk a forgatókövet, nem tudjuk, hogy mi a rendező koncepció teljesen, hiszen végülis ezt nem lehet feltétlenül a kész filmből megállapítani. De azért az első rész, vagy a hetedik él, nekem azért voltak a amikor azt a fészobát ott lesarabolt a, kardal, karddal, tehát Aha, ott azért, el, ja, ott is. azért gondoltam, hogy tudod, mit kéne ennek a gyereknek fogni, az jó főpofozni, az bebaszni valahova, egy két napra, hogy gondolkodjon egy sötét szobába, tehát nem pedig az, hogy maszkokat adogatni neki, meg tanítgatni, tehát, hogy de, de, nekem az nagyon tetszett, hogy ezt tényleg sikerült levetkőzni. Igen. Tehát, hogy tényleg, tehát Maszkan a végére együtt amikor ott mondja, hogy minden fegyver előjenek rá, akkor már tényleg egy kicsit elmebetegnek tűnt a csávó, nem, nem simán, van. csak egyszerűen, mit tudom én, túl sok technokor szívott a MOS klubba. Igen, ez, ez jó jól sikerült. A... Megint csak csatorna, hát nem tudok ez az ébedő erőtől, a legvéső jelenet, amikor megérkeznek a tájvadászok és bemennek a, a Starkiller bázisra, és ugye egy tucat ilyen kis géppel fel lehet robbantani egy ilyen bolygót, ez, ez már ott is szimpatikus volt, végre egy kreatív gondolat. Szörnyű. Erre föl, azt most nem is említem, hogy a legelején egy darab ö, megint csak egy ilyen jó, módosított távodással kikapja gyakorlatilag az egyik legnagyobb ilyen csatahajónak a, a lövegeit, ezt nem is értem, hogy gondolták, és mi volt a legvégén megint? egy valaki ilyen szuper gorilla lépegető, meg nem tudom mi mik voltak még ott, kontra az ócskavas semmire nem használható lőni, nem is láttam, hogy lőttek -e egyáltalán. Az én azt mondom, hogy nem. Én is ugyan azok gyakorlatilag győzedelmeskednek. No, ez nem teljesen igaz, mert ugye veszítenek egyértelműen. De ott is mi van? Van egy darab Millennium falkon. kontra 30 tájvadász, meg kijön 14 darab ilyen repülőcsoda, és kész, ez a nagy harc. Annyiban azért meg kell védenem, hogyha jól emlékszem, akkor a Hux rákérdez, hogy kilőjük -e őket, és mondja rá a Kylo Ren, hogy ne, a izére koncentráljanak az ajtóra. Igen, igen. Tehát mondjuk, mondjuk ennyibe megvédeném, hogy nem foglalkoznak velük elméletileg, de hát ugye ez... Na most ne arra úgy, hogy így fölteszem a kérdést így közben, de azért nekem van egy olyan érzésem, miközben beszélgetünk, hogy, hogy, neked sok apróságból adódik össze az, hogy tulajdonképpen nem tetszett a film. Igen, igen. Azt, azt említettem is, hogy ezek úgy tényleg teljesen összeadódtak a végére. És ez olyan mértéket öltött nálam egy idő után, hogy, hogy akaratlanul szerintem beleláttam már a rosszat. Ezért lehet, hogy abból a szempontból nem jó, hogy most beszéljük ki, mert még annyira intenzív és friss az élmény, hogy kicsit elnyomja a valós, kialakult képet, az, a, az hogy az bosszant, hogy tényleg egyik pillanatra, mint egy tabulátot lenyomtak volna a 7. és a nyolcadik rész között, hogy az elén még megjelent az első rend, most már a galaxis uralja gyakorlatilag. Egy Leia és Luke Skywalker, akiről majdnem mindenki tudta, hogy felrobbantotta a halálcsillagot, tojna bele, mert már reménytelen, mert már, minden, már mindenki a karjába dölt, pedig igazából nem történt semmi egy köztársaság, ami összesen áll egy naprendszerben, ami felrobbantanak a hetedik részben, és már megszűnt a köztársaság. Ezek úgy szúrják a szememet, és, tényleg olyan mértéket öltenek egy idő után, hogy nem tudok ettől elvonatkoztatni. Viszont akkor tényleg lehet, hogy, elképzelhető, hogy elképzelhető az, hogy mivel, hogy én egyik dologra, amit te elmondtál, egyik dologra sem mondanám azt, hogy én ezt nem érzékeltem. Uh -huh. Csak mondjuk azt mondanám rá, hogy talán engem nem zavart annyira. Aha, aha. És voltak olyan dolgok, amik. Öm, tehát azt elismerem abszolút, hogy a filmnek öm, valaki pont kommentelte az egyik videóm az, hogy mellettem ült egy srác a moziban, és azt mondogatta, hogy, ó, ó, ú, basz, meg, ez de jó néz. Ja, ú. Tehát, hogy va, van egyfajta ilyen hullámvasútja ennek a filmnek, ez biztos hogy vannak olyan dolgok, amikor azt mondod, hogy ja, Istenem, de meg vannak olyan pontok, amikor azt a kurva ez de jó volt. Tehát ez tény. Csak talán azok a pontok, amik lefele mutatnak a hullámvasúton, én azokat mondanám az átlagnak, van, aki meg ez valószínűleg átleng a mínuszba. Uh -huh. És, és akkor lehet, nem nem. hogy lehet, hogy ebből adódik egyfajta nézetkülönbség, mert, én megmondom őszintén, hogy de erről azt hiszem beszéltünk is talán, hogy a Zsivány egyest az azt sokkal jobban szerettem. Üm, itt már megint bejön az, hogy öregember nem gyorsan a szentimentalizmus. Nekem annak a filmnek nagyon volt érzelmi töltete. Igen. Hát az, hogy most a, az, hogy most a Darth Vader a végén ott megjelenik, mint Nubia fekete istene, az Igen. most egy dolog, de, de emellett is azért nekem, ez a erő legyen vele zsivány egyes, tehát már az, az teljesen készen voltam. Azt, amikor még oda is adják a tervrajzokat a végén, és az az utolsó snit, hát az... Na most miközben ezt az... mondod, kirázott a hideg. Na igen, <laughs> ez tehát, nem tehát nekem ennek meg volt az érzelmi töltete. Igen. A, az ébredő erőnél ezt nagyon-nagyon hiányoltam. Ezzel a filmmel meg úgy voltam, hogy voltak benne pontok, amik jól sültek el számomra. Például a lezárás az, az azért, amikor ott tudod ott mutatják, lukkot, a két nap, bekúszik a téma. Oh, na, oh, na ott hát ott, az, ott, az az ott a, a force téma, tehát a, az a, azt hiszem, azt pont külte játszák, és ott megszólalt élet teljes valójában, nem csak ez az ilyen 8-bites verziója, hanem a teljes szimfonikus háttérrel. Na ott engem is kirázott a ideg. És valószínűleg, hogyha nem nincs a. Elején ez a sok negatívum a részemről, akkor tényleg én is azt mondom, hogy fú, ez ez, de, de valóban az volt az én szemszögemből a legpozitívabb része, a legélvezetőbb része a filmnek. Azt Mondjuk eltaláltam. ezzel én is egyetértek egyébként. Tehát attól függetlenül, hogy én azt hiszem, hogy nekem jobban tetszett, mint neked, vagy nem azt hiszem, hanem valószínűleg ez így van. Ez biztos, hogy ugye. De az biztos, hogy a vége az, az abszolút. Tehát Igen. Én nem tudom, én azt mondanám, hogy amikor leérkeznek arra a bolygóra, és amikor megjelenik Luke, nem pedig Igen, a rókák, ilyen. amikor Luke jelenik meg, a akkor onnantól kezdve szerintem a film egészen a végéig az, az körülbelül nagyon jó. Tehát Igen. ott az, az, az egy, egy, egy dologban nyúlnék bele, én a Fint megöltem volna úgy, hogy ön feláldozza. Így van, így van. Ez, ez milyen szép mondat. Én megöltem volna. az. az igaz. Figyelj, nem tudnak mit kezdeni a karakterre, érezhetően tudnak vele Igen. mit kezdeni, ez egy nagyon jó húzás lett volna, így kihúz. Így van egy kurva jó meglepetésük, Igen. Tehát még az is benne van, és közben megoldották azt a problémát, hogy a karakter, hát mondjuk úgy, hogy néha egy kicsit idegesítő, de most azért egy kicsit enyhén fogalmaztam, szerintem. Még egy dologra nem tértünk ki, ami nekem talán a legnagyobb problémám a filmmel, és ez, ez nekem snook. Na, ez egy marha érdekes dolog egyébként. Tehát, tehát ez, ha nem haragszó, beleszólok azonnal. Az az érdekes, hogy azért szokott az ember informálódni a világba, főleg, hogyha a kritikával foglalkozik, akkor azért nyilván belenéz a külföldi sajtóba. Nagyon sokan azt mondják, hogy a karakter el lett pocsékolva, hogy logikátlan. Ugyanakkor meg nagyon sokan azt mondják, és én meg ezen a párton vagyok, megmondom őszintén, hogy szerintem meg nagyszerű húszárvágás. Hogy kinyiratták? Most? A, hogy, hogy eltüntették? Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen hasonlóan jár. Ja, tehát nekem nagyon tetszett a rendező koncepciója. Hogyha úristen, kik lehetnek részülei, a faszt érdekel. Ez a válasz rá. A snook micsora? Hát ma lehet, hogy a császár reinkarnáció. Pff! Kinyírjuk! Nekem nagyon tetszettek ezek az egyértelmű válaszok azokra, hogy mondjam, csinált kérdésekre, amit az ébredő erő felvetett. Igen, na most itt Te vajon ez direkt volt-e így, vagy sem? Ez egy jó kérdés, mert az összes, ha megnézed, az összes ilyen YouTube csatorna mind ilyen teóriákat kezdett gyártani, és így a köztudat befolytában ott volt a Star Wars. Ez Tehát lehet, hogy ez is egy ilyen direkt húzás volt, így tartsák fent az érdeklődést. A, ez, egy, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Melyet, <laughs> elképzelhető, bár ez most lehet, hogy csak beleképzelem, mert a Star Wars csapat az hajlamos azért az ilyesmikre, hogy ez nem rendező hiba, hanem ez a direkt így volt azért, mert hogy pont. A ja, Star Wars ez, mindig ezt csinálja. Hogy ugye, is. A... Csak, csak ehhez kapcsolódó egy gondolat, ugye? Mi a film címe, Utolsó Jedik vagy Utolsó Jedi? Igen. Ugye, pont egy nagyon kedves ismerős linkelt nekem egy videót, ahol pont maga a Ryan Johnson mondja azt, hogy hát a Jedi, és mondja neki, a, talán a Steven Colbert mondja, hogy de biztos, és mondja, hogy hát azt én írtam. Tehát, tehát <laughs> csak tudom már. Na most ehhez viszont kapcsolódik azért egy érdekesség, hogy ugye a mai napig elméletileg a rendező hivatalos álláspontja, hogy utolsó Jedi, sőt, ő azt mondta, hogy az utolsó Jedi a Luke. Igen, sőt, a Sky Snoke is mondja maga, azt hiszem, a hetedik részben. Igen, hogy Na az utolsó Jedi, ez vezet a térkép. Na ja, ja. most, ehhez képest például a magyar forgalmazó, vagy a német forgalmazó elkészítette a plakátot, hogy utolsó Jedi, Igen. majd utána a Disney szólt, hogy nem, nem, a Jedik és újra csináltatták a plakátot. Tehát itt hmm. nagyon sokan tévedésből úgy gondolják, hogy a magyar forgalmazónak fogalma sincs, hogy mit ír a film címére. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Központilag jött a Disney-től, hogy többes szám van. Na most akkor ilyen kó mi van? Tehát a rendező azt mondja, hogy egyes szám, mert ő írta. A Disney meg központilag közli, hogy többes szám. Ez azért is lehet nehéz eldönteni, mert ugye a legvégén, amikor mondja Luke a hogyha most ő lesújt rá, hogy a wan is mondja Védernek a negyedik részben hasonlóan, hogy akkor se halnak ki a Jedik, mert ugye ma ott a Ré, és akkor aztán át is vált a kép rá, amikor épp emeli le a sziklákat. Igen, jól, bát, igen, igen, lehet, hogy innen is. Jó, mindenki gond tudta jó, hogy a többes szám az a -re akar utalni, tehát ő a másik Jedi növendék nem tudom, hogy ennek mennyire nagy jelentősége van egyébként így. Most így a utólag a filmet átnézem, mert például Rének a tréningéből nem kaptunk olyan sokat, mint amire én Fiú, számítottam. Jelentősége nincs, csak ugye felvetetted előbb ezt a, ezt a teóriákat gyártunk dolgot. Most ja, csak ja. Mo ezt most csak arra mondom, hogy egy ilyen nagyon egyszerű, kétértelmű dologgal körülbelül 70 ezer teória videót lehet gyártani. Igen. Pedig csak annyi történt, hogy tulajdonképpen a Disney nem ugyanúgy kommunikált le bizonyos dolgot. Tehát, lehet, hogy ez valami kommunikációs probléma volt egyébként. Elképzelhető, de az is lehet simán elképzelhető, hogy az egész direkt történt. Uh -huh. Pont a 70 ezer találgatós videó miatt. Lehet, Elséges. lehetséges. Ez egy, nem tudom, hogy egyébként jó, amit mondasz, ez nem rossz, hogy tényleg így azt mondják, hogy a film szempontjából ez nem jelentős, hogy Snoke, Rey szüleinek a, a miben léte, de ez meg nagyon megosztó lesz a közönség szempontjában, mert valaki meg rohadt kíváncsi rá tényleg, hogy most akkor van-e van -e még egy Skywalker, aminek nagyon örülök, hogy végre nem. Tehát ez, ez örülök, hogy nem lett egy újabb Skywalker, mert már unom nagyon őket, hogy mindenki a a galaxis sorsát fog egy folytában. Én... Engem egyébként lehet érdekelt volna pláne, hogy a hetedik rész ugye elköré volt építve szinte teljes egészében. Olyan nagyon egyszerű lezárás volt így. Meg Snoke is egy, egy, egy hatalmas központi karakternek, akiről oké, semmit nem tudtunk meg. Ez a misztikum az ad hozzá egyébként, de olyan hülye módon ölik meg Csórót, aki egyébként mindent tud, mert ő azt mondta, hogy mind látta ő oszta a köteléket létrekötéjük között, ő belelát a tanítványa fejébe, hát látjuk mennyire. És rendben van, hogy hosszú távon mindig ez van, hogy a tanítványnak meg kell ölnie, vagy föl kell múlnia valamilyen módon a mesterét. De nem tudom. Nekem komikus volt, hogy így nem vette észre, hogy átforgatja a fénykardot, és aktiválja vele. Hát, nem tudom. Nem tudom. Én azt kell, hogy mondjam, hogy valahol egyetértek veled. Ugyanakkor. Azt kell, tehát azért legyünk őszinték, ez a Snoke figura, ez, hát hogyha nem is így ebben a formában, de azért kicsit haj az a császára. Persze. Most, jó, tegyünk csak egy sima egyszerű párhuzamot. Na most azért hogy is mondjam, egy ilyen egy-egy elleni harcba őt legyőzni, tehát hogy a esély konvergál a nullához. Tehát, hogy, hogy azért már császát is úgy győzték le, hogy éppen ugye ellenőrizte a fáziskört, és akkor fölemelték diszkréten, tehát itt is én úgy érzem, hogy valami hasonló megoldásba gondolkodtak, hogy ugye hát most a Kálló úgyse tudná legyőzni, se a ré nem tudná legyőzni, Luke meg ugye éppen azzal van elfoglalva, hogy a szigeten milyen a tejtermelés, tehát <laughs> így Hát mondjuk azért sokat lerombolt a kék tej mítoszából a film, azt azért hozzátenném legalábbis. Ja, Így gondold el, hogy több millió rajongó, de szeretnék kék tejet inni, és most ezek után is szeretnél -e? De ez, hát, ez, nem ez nem is tej, hanem valamilyen turmix volt. Igen, hát... Hiszt volt meg... a Mark Hamill, azt a kapott ilyet kis... Lehet volt benne Gina is, az az... Nagyon boldogan fejte ott, úgyhogy ezt le tudja. Igen, nagyon örült magának. Tehát az, az, az érdekes volt. Igen, tehát egyrészt egyetértek veled, és eleve megmondom őszintén, hogy nekem a karakter a szlók nem igazán tetszett. Hát, tehát most, hogy nekem a, nekem az, engem az zavart, hogy, hogy ugye, ahogy Darth Vaderre mondták, a fekete istene, és még csumázza is az erő, na most ő meg ugye még e fölött van, Ja. Azt eddig hol volt? Én Tehát hogy nem ő, ő, belőle ő, 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 amikor, amikor volt a császár, meg a dát, akkor ő hol volt? Tehát, hogy akkor, akkor ő nem volt valahol, mert hogy akkor ő van nagyon hatalmas, tehát igen, ő igen, bármit igen. tehetett volna már akkor is, és ahogy nézzük a búráját, nem egy mai kölyök, tehát valószínűleg már akkor is hogy is mondjam, leledzett valahol, de érdekes módon akkor még nem gondolta úgy, hogy bele kéne folyni a ja. nagyok csatájába, tehát hogy annak ide a császár nem érezte azt, hogy ja egyébként valamelyik bolygón az egyik csatorna alatt lakik egy ilyen véglény, aki belelát mindenkinek a gond. Meg is. Tehát, tehát, hogy nekem meg ez furcsa ezzel a karakterrel kapcsolatban, de azért azt hozzátenném, hogy visszakanyarodva egy gondolat erejéig, amit te is mondtál, hogy azért ezeket a dolgokat sokszor a rajongó gondolják túl. Persze, hogy ne, hogy ne, igen. Csak pont az, amit te is mondasz, ezért lett volna jobb talán egy húsz egy percig még életbe hagyni, legalább egy minimális dolgot tudjunk meg róla, mert tényleg semmi. És a, a maga az első rendőnek mi volna a üzenete, így úgymond a rajongók számára, hogy tanult a birodalom hibájából, és fejlődött. Na most, ha megfigyelt például ezek, a gorilla lépegetőknek, hogy a lábánál volt egy ilyen plusz páncérjétek, meg ilyen tüskék, hogy teljesen ne megint így Akkor a TIE Fighterek meg kapta a hogy vagy tudja meg, már két személyes, nem ilyen tömeggyártotta. gyártotta. A már nem ilyen idióta banda, hanem kevés idióta banda. Ugye, ugye azt mutatná be, hogy a eddig hibákból tanult. Erre föl ugyanabba az arroganciája miatt dögli bele. Ez is, mint ahogy a Sidious is. De mint semmi nem történt volna. Tehát megint mondhatnám azt, hogy egy reboot volt. De ez nem, ez nem igaz nyilván. Csak hogy miért, miért, kell ennyire önteltnek lennie mindenkinek, és mindig ez a veszte minden szitnek. Anakinnak is ez volt, védelnek is a Mustafáron annak idején. Mól is így halt volna meg, ha vissza, hogy ez már kicsit olyan lerágott csont, hogy egyfolytában csak így lehet újjárni az eszén valakinek. Jó, de azért most ehhez hozzátennék egy, egy nagyon, hát hogy is mondjam, egy gondolatiságot, hogy te egyetértek vele, amit mondasz, de azért az eredeti trilógiára koncentráljunk kizárólag, uh -huh. ott, az ott mit tudtunk meg a császáró? Jogos. Ez jogos mondjuk Tehát, valóban. Kurvára semmit konkrétan. Tehát, Igen, hogy még azt is meghúzták, hogy a második részben más játszotta, mint a harmadikban. Ja, És még ja, nem ja. is úgy nézett ki. Tehát, hogy, hogy azért, hogyha megnézzük az eredetit, most szigorúan az eredetit, nem a újra taknyosított verziót, akkor az. tehát ha nem azt nézzük, hanem az eredetit, akkor látható, hogy kurvára nem is hasonlít az az arc ja, ja, arra, aki aztán a harmadikban benne van. Én úgy érzem ezt a Snow karakterét, mint, 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 mint Christian Bale-t a Terminátor 4 be Hogy szerencsétlennek fogalma nincs, hogy hol van, meg, mert nem tud mit kezdeni a karakterrel, mert nem adtak neki olyan mélységet, nem adtak neki olyan párbeszédet, olyan jelenet sorokat, amikor tudna valamivel kezdeni. És kicsit olyan elveszettnek tűnik, tehát olyan lenne, mint a Finn-nek egy ilyen negatív sötét oldalban egy reinkarnáció, hogy ott van, ő a gonosz, tőle kell félni, bár igazából, hogy miért féljünk tőle, ezt nem tudjuk, mert nagyon rosszat nem tesz, mert minden, ami, ami úgymond gonoszság, az vagy a Huxhoz fűződik, vagy a Kylehoz, ő csak szinte az áldását adja rá, tehát pusztítsunk egy naprendszert. Jó, lőjenek. És nem is értem, és itt van egy ilyen bazin egy hajó is, és nem kezdenek vele semmit szinte. Ott vannak körülötte a leges legelején, a, a csatahajó van, meg a kisebb csillagrombolók, és Miközben töltődik az ágyú, a többi csillagromboló csak ott áll. Addig azok miért nem tudnak közelebb menni a, a cirkálóhoz? És esetleg lőni egy kicsit, meg megszólni a népet. Nem, azok ott állnak, meg válják, még feltölt a csatajó fegyver, és akkor lehet lőni a földön. Ezt nem értem. Van nekem egy félelmem egyébként. És azt hiszem, hogy, hogy lehet, hogy most kivételesen kimerem azt jelenteni, hogy nálam van az igazság. Na. Ugye az ébredő erőnek megírták a forgatókönyvét, ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez egy elég nehéz szülés volt, ugye volt egy, egy igencsak híres forgatókönyvíró, aki Disney berkeken belül, aki ugye Toy Story, meg Agymanók, meg ilyenekbe folyt bele, aki ugye vállalta, hogy megírja az ébredő erő forgatókönyvét. És ugye ő ha jól emlékszek, kilenc hónap után jelentkezett először, hogy hát, hát úgy készülgetek, mire, mire azonnal infartus kapott a disney Disneynek a komplet vezetősége, hogy még nem vagy kész. Tehát, Igen. hogy, Zenével És, és ugye őt utána finoman menesztették. És uh -huh. És utána a helyére jött a Lawrence Kezden, és meg ugye az Abrams, és ugye összedobták a forgatókönyvet. Na most ha minden igaz, de persze nyilván ezek között vannak találgatások, a kezden írt folytatást. Elkezdte írni a vázlatokat, viszont amikor Ryan johnson felvették, ő azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Uh -huh. És elképzelhetőnek tartom, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy annak idején ők valahova vinni akarták a sztorit, majd jött a Ryan Johnson, és azt mondta, hogy hát de nekem ez nem tetszik. Én másfele akarom vinni a sztorit. Igen, de ezt és ő... tulajdonképpen a Snoke lehet, hogy pont ennek esett áldozatú. Tehát simán el tudom képzelni, hogy az eredeti kesdenes gondolatvilágba a Snoke élne, a Snow élne, sőt, ő lenne a galaxis új sötét ura. Uh -huh. Viszont és ezzel Ryan a... Johnson nem értett egyet, és úgy gondolta, hogy ő meg inkább ezt a karaktert ki szeretné gyomlálni. Uh -huh. Igen, Tehát nem, lehet, hogy ez lehet a, a, a ennek. Igen, igen. Ráadottam ilyen, hát nem plegykó ez, hanem egy interjú része, hogy gondolom, hogy a Mark Hamill maga azt nyilatkozta, hogy a filmben betöltött szerepe az teljesen ellentmond azzal, amit ő elgondolta a luke -nak. És ezt a szinten végig is be is teljesített, mert én nem feltétlenül ezt vártam, nem mondom, hogy ez rossz egyébként, vagy hogy jó, csak szimplán meglepődtem rajta, de lehet, hogy ez is az próbálja már kivetíteni, hogy tényleg, amit mondasz, hogy egy ilyen, nem csak, hogy cserélgették a forgatókönyvírókat, de szinte az egésznek a arculata megváltozott ezáltal. Egyébként ehhez hozzátennék még egy gondolatot, hogy szegény Mark Hamill, azért, amit az elmúlt húsz évben kapott, hogy ő milyen moslékokba szerepel, 90-es években tényleg sikerült beletenyerelni egy-két olyan dologba, hogy azért azt töröm nézni. Azért most nagyon összekapta magát. Igen, fogyott, vagy tehát, nem tudom hány kilót rá, De nem is arra gondolok, hanem talán még életében nem volt ilyen jó színész. Uh -huh. Valószínű. Mint Igen. most. És, és hogyha ez igaz, amit te mondasz, mert ezt egyébként én is olvastam, tehát azért valószínűleg nem olyan nagy hülyeség, ha már ketten olvassuk, uh -huh. akkor meg külön le a kalappal előtte. Igen. Tehát, ha ő még nem is értette ezzel egyet, és ennek ellenére egy ilyen alakítást tudott hozni, akkor külön nagyon le a kalappal előtte. Egyébként én megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy én bíztam benne, engem meglepett ezzel az igen csak néha mély alakításával. Ö, nagyon tetszik benne, hogy látszik rajta, hogy élvezi. Itt most a közszerepésekre és az interjúkban, hogy nem az van, hogy jaj, menni kell megint. Most én láttam egy olyan videót Horizon Fornál, ő már egyetemen moskosul unja a Star Wars hogy ő a Han ez, ez, látszott is, és, és, ez is az indok, <laughs> amiért megölették a hetedik részben. Nyilván más a ok, kifolyólag ok, ok, is, de ő már ezt nagyon unja, utálja. És láttam egy videót, amikor az a ezer éves solyomnak megépítették a Lego maketjét. Egy, uh -huh. kibeszélő műsor keretein belül, és Harrison Ford átveszi, és kiejti a kezébe. A feje gyakorlatilag hátra be, szarrátöri és nyilván mindenki röhög, aki, ott ezt, aki megcsinálta, az ott azonnal halált hal gyakorlatilag. <laughs> Ö, és, és én ott rajta észre is vettem néha ilyen kis fásultság jeleit, és ő már nagyon be, betelt azzal, hogy tényleg ő játszott a Han karakterét, és tovább akart lépni. Viszont a Mark hamill pont fordítva, mintha most lenne az a fénypontja, amikor úgy a közép, köztudatban is benne van, hogy igen, ő a Luke Skywalker, és ő ezt kifejezetten élvezi most. Ez neki nagyon jó áll szerintem. Egyébként most csak így ilyen mellékzönge, hogy összességében az oké, okay, hogy elkezdett ez a dolog trilógiaként funkcionálni, de az alaptrilógia miatt én kicsit az e. már Hamill sajnálom. Mert az E a hetedik részbe kapott egy ilyen szűk három másodpercet, <tosz> Igen. Most kapott játékidőt, ez kétségtelen, de ugye hát ennyit kapott, mert ugye valószínűleg többet nem. Hát mondjuk jó, szóval én még mindig azt mondom, hogy, hogy szellemként meg fog jelenni a kilencedik biztos, részben. Biztosan igen. Sőt, hát ugye most már látjuk, hogy Joda tulajdonképpen már szinte ilyen elhagyhatatlan karakter lesz. Tehát már közel, közel lesz Artuditu szinthez, hogy mindebe benne van, de jó nyilván ez az erős túlzás. Na majd a de... Boba spin-offba -off, spin is lesz mentora a fejvadásznak biztos. <laughs> Igen. Vagy Jodás kulcs tartója lesz majd, vagy nem tudom valahogy belerakják. De... Uh, szóval nem, nem tudom Én, tehát én ezt most csak azért mondtam mert elképzelhető tartom, hogy akár a Mark Hamill hosszabb távon is lehet az univerzum része, akár csak ilyen kisebb cameo erejéig um, de azért vele egy kicsit így elbántak, tehát én megmondom őszintén, hogy én arra számítottam azt nem mondom, hogy meglepett a film de azért én arra számítottam, hogy ha már így alakult akkor a Carrie Fisher fog meghalni a filmben, hmm. és nem a Mark Hamill és ehhez képest meg teljesen logikátlanul fordítva történik. Igen, a én is dolog. Erre számítottam, valóban. Sőt, vagy mind a kettő. Azt is el tudtam volna képzelni. Bár az lehet, hogy erős lett volna. Igen, igen. Annyi párzunk Ö... a a egyes, meg a Ébedő között, hogy lehetne már arra arról is majd egy ilyen kibeszélőt csinálni, mert egyfolytában ennek fényében jellemezzük ezt a filmet. Bár nem tudom, hogy baj ez, mert szerintem eléggé elhagyhatatlan a kettő így most jelen esetben. a trilógiáról beszélünk, vagy, vagy fogunk beszélni. Hát én megmondom őszintén, hogy én azok táborát erősítem, akik nem hányt a az ébredő erőtől. De most egyébként nagyon érdekes, hogy annál a filmnél, például én folyamatosan azt éreztem, hogy ja Istenem, ja Istenem. Ú, de ott a Harrison Ford, úr, meg ott a sóvolyom, úúú, tehát hogy valahol, valahogy így, így, én megmondom össze, de szerintem nekem az öreg vitte egyébként azt a filmet. Tehát Igen. én kimerem jelenteni, Igen. hogy nekem a, a mindig is jó volt a kedvenc karakterem, és iszonyatosan nehezen tudom megbocsátani, sikerült úgy kiírtani, hogy, hogy nem, hogy egy, nem hogy egy érzelmi hullámvasutat nem okozott, hanem konkrétan egy böfögés ereje nem jött ki belőlem miatta. Tehát ezt sosem fogom nekik megbocsátani, viszont a részt nekem elvitte. Uh -huh. Tehát mellette még, akit nagyon szeretek, és szerintem ö, nyilván lesz, aki ezzel nem ért egyet, szerintem óriási teli találat, hogy a Disney a filmjeit női hősökre építi. Ideje volt már a Star wars is egy ugye jelentésre méltó ö, olyan karaktert felépíteni, akinek tényleg van jelleme is, és női karakter. De a Zsivány egyesbe is jó sült el. Jó, Tehát jó. Nem, nem, csak, nem csak a Ré karaktere szerintem kurva jó, és még szerintem a csaj is jó, akit kiválasztottak, ja, de jól, még a zsivány is rohadt jól castingoltak, és szerintem abszolút. jól is sült el a dolog. Hát mondjuk egyedül talán a végén, amikor ott belopóznak, és akkor ugye nem is tudtam, hogy törpékből is lehet róla a kérdés, Igen. újra felmerül bennünk, de egyébként viszont jól stimmel a karakter. Igen, bármikor beállt Leia is Padmé mellé egyébként szerintem is akár karakteres. Igen. Hogy mondjam, lejje azért egy erős kultuszt képvisel, inkább, mint Padmé, de hogy nem, én nem érzek velük szembe semmilyen ellenszembet, mint mondjuk. Rengeteg sokkal más ember a, a Padmé nevet meghallja, akkor úgy kicsit felhúzza a szemöldököt. Ja, hát igen, az a. Akkor előző mint trilógia, akkor azonnal már kapcsolnak. Ö, nekem az a bajom, hogy ö, nyilván, az, nyilván vannak filmsorozatok, amiket az ember kedvel. És akkor időnként ezeket újra nézi. Uh -huh. És akkor most mondok egy nagyon egyszerű példát, mondjuk Terminátor. Most tudom, hogy sokan sok Terminátort utálnak, hát én nem utálom, én majdnem mindegyiket úgy simán fogyaszthatónak tartom. Nyilvánvalóan az első és a második a legjobb. Tehát de ez most kár is erről beszélni, de mondjuk én a Christian béles is végig Egyet tudom nézni. Nekem egy, nekem egy nagyon jó pont volt az, hogy egy teljesen más nézőpontot láthatunk, és amikor ott az a CGI Schwarzenger megjelenik, az nagyon jó volt. Ez az új, ezzel nagyon sok bajom van, de a Schwarzenegger egész vicces volt, és jól tröhögött magán, és jól a harmadik. rajta. Ugyanez a hanszóló dilemma, hogy a harmadik részbe éreztem azt rajta, hogy most ez kurvára nem akar ezt a filmet Na, megcsinálni. És Igazándiból erre akartam célozni, hogy de akárhányszor végignézem a Terminátor sorozatot, a harmadiknál mindig elkezdek gondolkodni 20 perc után inkább nézném a következő. Hát, Na most nekem ez a bajom az előzmény trilógiával, hogy évek alatt nem jobb lett, hanem rosszabb. Uh -huh. Tehát hogy egyre kev... tehát Annak idején úgy volt, hogy még az elsővel is el voltam. Aztán sok újra nézés után először az első kopott ki az újra nézendők közül, és most már a második is kezd kikopni. Hm. A harmadik az nem. A harmadik az, az egyértelműen ott érezhető, hogy ott a Lukás összekapta magát. Hát, Báncs az előző két rész, akkor akkor valószínű, hogy fele. Most ez elég merész jelentés, de én egyébként vállalom a véleményemet, mert nekem a szitebb bosszúja, azt talán a második, harmadik. Hát ott van az erős élmezőmünkben. Ha nincs ez a másik kettő előtte, és már az ember az előtt ítélkezik, hogy megnézte volna, mert ez az előzmény trilógia, és ennek rossznak kell lennie, akkor én állítom, hogy simán betelték volna az eredeti trilógia mellé is egyébként. Mert Igen. rengeteg mindent nagyon jól csináltak abban a filmbe. Egyetértek veled, és érezhető, hogy a Lukasz összekapta magát. Abszett. Ugyanakkor, ugyanakkor. Én azt a filmet volt szerencsém moziban látni egy díszbemutatón. Először olyan kurva mérges voltam, hogy alig láttam a dütől, hm. utána meg olyan hangosan röhögtem, hogy már úgy szóltak rám, hogy mi olyan rohadt vicces. Hm. És ez mind a kettő a film lezárásához kapcsolódik és nem tudok mit kezdeni vele. Tehát az a film számomra egyébként hozzátenném, hogy, hogy a mai napig azt mondom, hogy az egész Star Warsok -ok közül az egyik legerősebb jelenet, amikor az obi van felelősségre vonja az anakin -t. Ja, igen. Tehát az a te voltál, van. van. Nekem egyébként a... nagyon furcsa, hogy én abban a jelenetben sokkal jobban szállom az obi mint a főhőst. De, de azért, mert olyan kurva jó színész ez Nagyon. a csávó, hogy elhiszed neki, Nagyon, hogy tényleg hogy ő szenved valahol. Igen. Tehát, hogy, 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 hogy a barátja, meg minden. Tehát, hogy, hogy nagyon jó az a rész, közben meg nekem a végét úgy, elkúrták, hogy én hogy nem tudok velem mit kezdeni. És egyébként ezt most föl is teszem neked kérdésbe, tekintve, hogy te, a sztárhoz, sokkal jobban értesz mindent. Ugye hát gondolom sejtet, hogy az egyik dolog, ami nekem rontja az élményt, az a végén a Darth Vader. No. Frankenstein-típusú földre érkezése, amin úgy, úgy elkezdtem röhögni, hogy alig bírtam abba hagyni, mm. főleg amikor hozzáteszi a nót is, akkor már mondom, ilyen nincs, tehát az, az nem rendező, aki ilyenne zárja le a filmjét. De a másik dolog, és na erre nagyon szépen kérlek, hogy ezt magyarázd el nekem, Joda és a császár. Igen, a kettők ke harca. Joda, mi megy-e? Ha, Meg uh... Vagy, tehát, hogy, hogy így, így, nem értem, tehát, hogy nem átvesztésre, a másik se átnyerésre, hát körülbelül volt egy padhelyzet éppen, amikor ő úgy dönt, hogy na, csápöcsöként üztem. Tehát, Igen. hogy ezt én nem tudom hova tenni, tehát oké, okay, hogy most itt beszélgetünk az új rész kapcsán is logikátlanságokról, amivel teljesen egyetértek egyébként, de szerintem ez az egész Star Wars legnagyobb rejtélye. Hát, eleve a filozófiai háttér is érdekes. Ugye, mit pont az obi hogy csak egy szitágy a ebben. Na most ellenben mind a ketten azért mentek oda, hogy megöljék a másikat. Joda is, meg obi is. De ez talán megint egy másik téma, mert nem tudom mennyire fér bele a jedi a felfogásába az, hogy én most ölni megyek konkrétan, de lényegtelen is talán. Na most, ha azt figyelembe, hogy a szenátus épületében zajlott ez a harc, és már kiadták a os parancsot, már gyakorlatilag a Pálpatina egyedül uralkodó, akkor egy ilyen helyen, amit töméve van klónokkal, mert amint elmegy a joda, már meg is jelennek. Több mint valószínű, hogy már épp a harc eleje óta mentek oda ezek a klónegységek, és nem tudom mennyire szerencsés helyzet jodának az, hogy ott van a császár, és minden mellett a klónok is ott vannak. De ez lehet, hogy most csak egy ilyen tűzoltás részükről. Joda azért, mert oda megölje és látszólag ő úgy élt ezt, hogy nem megy, kudarcot vallott. De konkrétan a filmnek ezt nem sikerül érzékeltetni. Valóban tehát, valóban. tehát lehet, hogy ez így van, csak hogy ezt akkor a filmnek nem sikerül érzékeltetni, mert hogy még én, én még azt is elhiszem, hogy ugye joda a jövőbe, elhiszem, hát Yoda az a bolygókon átlát, ha arról van szó. De. <síns> tehát ezt én értem. De nem ért volna meg egy kis kockázatot? Mert ha látja, hogy jönnek a klonkatonák, akkor azt is látja, hogy a császán mit fog művelni. De valóban, igen. Tehát, te, hogy, hogy tehát, ha valaki le tudja győzni a császát, akkor az ő. Én a film De... alapján meg inkább azt mondanám, hogy még, még lehet, hogy nyerésre is állt. Hát, én már nem akartam ennyire szélsőségesen fogalmazni, de én is így éreztem. Tehát hogy, hogy ott is, ahogy, ahogy előbb nagyon jól fogalmaztál, hogy mindig ez az önhitség. Ez a, ez a én, én vagyok, a én vagyok a kemény gyerek, hogy ez már ott is meg volt, ugye. És akkor jöttél oda mester, én meg lecsaplak, mint a WC-t, WC-tetőt, azt utána meg koppan egyet. Tehát, Igen. hogy hogy ezért mondom, hogy, hogy, ha valakinek lett volna esélye, akkor az a joda lett volna. De most azt már inkább megértem, tehát egyébként érdekes, hogy ezt viszont sikerült a filmnek érzékeltetni, hogy tulajdonképpen obi van, miért nem végzi ki. Igen. Igen. Azt, azt sikerült érzékeltetni. De azt, hogy a joda miért hagyja félbe az egész, azt még utána még ő vonul száműzetésbe. A könyvbe azt hiszem, ami egyébként már legenda, de mindegy, nem tudom miért, Ö, ott valami, hogy így van megfogalmazva, nem, nem tudom már szó szerint, hogy a, a Sidious maga, az, az, az maga volt a sötétség. És a Yoda ellenben, mert mit tudom én, ő volt mondjuk egy gyertya. És egyszerűen annyira nem volt a kettő összeférhető, mert, hogy még a Jodának a fénye is, ami lássúbb a, a Jedi renden belül, pláne abban az időszakban a leghatalmasabb. Még az se volt elegendő ahhoz, hogy elnyomja azt a, sötét sötétséget, ami a cdu árad. És ez ott nekik egész jól le is van írva. Oké, okay. én ezt teljesen elhiszem. És, és megmondom őszinte, hogy hajlandó vagyok elfogadni a magyarázatot, na de azért minden mozinéző mellé nem rakhatunk oda egy könyvet, hogy baszki, majd a végén óvasd már, hogy értsed, hogy miről volt szó. Igen. Tehát azért, hát aztán még már a szülésről meg már ne is beszéljünk. Elhagyta Tehát azért... Az az, -e, az -e, engem hagyott te, amikor ez megtörtént. Tehát, így áh, Nem tudom, szerintem a attól függetlenül, hogy ez egy kiváló filmnek tartom egyébként, és egyértelműen az előzmény trilógiával a legerősebb darab, a végén egyszer úgy tűnik, mintha Lukasz kezébe így, így szétrebbentek volna a történet Igen, és így egyiket sem tudta lecsomózni. Számára. Tehát nem is értettem a dolgot. Egyébként hozzátenném, hogy anélkül, hogy hogy bántálom a Natalie portman azért a szülés színészi játéka is egy egészen érdekes hogy is mondjam, tehát ez az az eset, hogyha rendező vagyok, akkor mondanám, hogy te ne haragudj, vegyük már újra, mert úgy tűnik, mintha éppen egy nagy szemet nyertél volna le, igen, és az lenne a probléma. Magát. Igen, tehát hogy vegyük már újra egy pár szó, vagy nézzél már meg egy videót, hogy hogy szülnek, vagy nem tudom, de valamit csináljunk már, mert ez így egy kicsit gagyi. Tehát... Igen, igen, egyet értek. De talán az pozitív, hogy elvartak végül minden szállat. És nem éreztem hát, azt, hogy ez kötelezően kellett. Most tudod erre meg azt tudom mondani, hogy mondjuk fogunk egy akciófilmet, ami arról szól, hogy van nyolc ember és egymást üldözi. Majd a végén bemennek egy szobába, és ügyeik fölrobban, akkor elzártunk minden szálat. <tosz> és... Igen, egyes. De... <tosz> de talán nem a legtökéletesebben. De... Igen nekem valahogy ez, ez a bajom Na, egyébként látod, ez megint marha érdekes, hogy ugye itt az elején arról beszélgettünk az epizód 8 kapcsán, hogy bizonyos apróságok kit mennyire zavarnak. Uh -huh. És engem se az ébredő erőnél, se a utolsó jediknél nem nagyon zavartak ezek az apróságok. Viszont én meg a sziteknél voltam úgy, Igen. Hogy ez a három dolog így egyben a végére annyira becsúcsosodott, hogy nekem teljesen elrontotta a filmérményem. Most hát még ha úgy lett volna, hogy a Vader nem is a ö, lába mellett tartja a kezét, hanem így ez a... biztos te is hallottál róla, hogy volt eredetileg ö, kitalálva. Tehát a Vader és a cgi csináltak meg utólag, hogy az átalakulása után, amikor ugye megtörténik a műtét, az egész... Átcsapul, át, Nézd már, tehát amikor véget ér a műtét, védenek a kezei, azok ilyen, mint az ilyet emberi fölfele tartotta volna. Igen, nem volna igen, ezt előtt. azt hiszem olvastam is valahol, igen. Na most akkor lehet, én is ott kirögtem volna az egészet, tehát ennél komikusabban nem tudták volna átadni a helyzetet. E, igen, és hát... a Szirma Igeri mondja jól, hogy ezt a jeletet úgy kellett volna megcsinálni, hogy ránéz pápatinra véder és vissza előre. Egy szót nem szól semmi. Hogy amikor már az emberbe annyi fájdalom, olyan színű, Ez nem hülyeség. Már nem, hülyeség. nem, nem, nem hülyeség. tudja reagálni, mert nem tud sírni se. Annyira, annyira megérinti a dolog. Az, az szerintem jobban, mint volna. Tényleg szótlanul visszafordul. hogy De. Teljes, Így lett volna teljes az átalakulása védelmi szerintem. Mondom, nekem még a no se annyira, de az a Frankenstein-es lelépés, az, én nem az annyira komikus szerintem, és én értem, hogy jó, tudom, hogy a lábak, meg hogy a robot, meg egyebek, de nem ez a probléma, nem az a baj, hogy ne tudnám megmagyarázni, hogy a Lukasz mit szeretett volna, és miért így lépett le, hanem az a baj, pont úgy néz ki, mint a 30-akárhányos Frankenstein film. Tehát igazából ez a problémám azzal jelenettel. E... Én meg ezt nem szűrtem ki. Érdekes tényleg, hogy mennyire más dolg az, ami téged is engem zavart ide filmes során. Igen, bár egyébként hozzátenném, hogy ettől függetlenül a Szitek bosszúját én egy jó filmnek tartom, és magasra értékelném. Csak én a mai napig nem tudom megbocsátani ezeket a dolgokat egymás után. Hozzátenném, ha egy dolgot kéne kiválasztanom, akkor még mindig azt mondanám, hogy az a jodás dolog, mert szerintem az konkrétan az eddigi kilenc Star Wars a legnagyobb talánya, hogy akkor a joda ott miért távozott. Mm -hmm. Tehát engem az összes logikai bukfenc közül ez zavar a legjobban. Mert csak miatt az Ö... utána fog nézni ennek esküszön, megint is elkezdek gondolkodni rajta. Nem, mert ez engem érdekelne, megmondom őszintén, mert biztos van erre valami magyarázat. Egyébként nekem van egy sejtésem, hogy Lukás bele akarta rakni azt, hogy a Joda szembenéz a császár. biztos, az persze, igen. Ezt de mondani. hogy onnantól hogyan tovább, az már lehet, hogy nem volt meg a kis agyba. Hát Tehát, ön, hogy, alapvetően az egész ezt. felvetés szerintem már, hát a két, négy olyan ember küzd meg, aki gyakor, hogy kis túlzáson a túléli mind a négy. Egy, egyébként én azt mondom neked, hogy ő bele akarta rakni, de nem biztos, hogy ez jó ötlet volt. Uh -huh. És akkor lehet, hogy nincs meg ez, hogy meg tudod, van, van egy ilyen fajta dolog, hogy hogy jó, belerakom, Joda megtámadja a császát. Oké, oké, ez, ez jó, ez, ez mirekire fog tetszeni. Uh -huh. És a Jodát sokan szeretik, tehát ő kéne, hogy nyerjen. Ha várja, az nem jó, mert hát a császár lesz majd a, a negatív szereplő, az, 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 tehát az nem jó, akkor várják, akkor hogy csináljuk. Ez is, akkor... meg kicsit az is. Na, ez az. És szerintem valami ilyesmi sűhetett ebből ki, hogy tulajdonképpen a de nyer, de elmenekül. De viszont ebben viszonylag kevés a logika. Tehát... Igen. Na mindegy. Tehát... Jól hallottunk a nyolcadik filmtől a Terminátoron át. Igen. Aki. Igen. 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 Igen de hát azt hiszem, hogy így kötetlen módon azért legyünk őszinték, hogy a nyolcaikról szerintem azért kivesésztük, amit lehetett. Nehetsen, egyetért, Tehát igen. Ö, ö, nem hiszem, hogy ezzel gond lenne. Én továbbra is azt mondom, hogy nekem az Ébredő Erő után ez a film pozitív élmény volt. Ö, én azt mondom, hogy ha a vége nem úgy van, ahogy van, akkor akkor biztos, hogy negatívabb lenne az értékelésem. Ugyanakkor azzal teljesen egyet értek, most nem akarom, fogalmam, megmondom ezt, hogy fogalmam sincs, hogy kiírta ezt, de de talán még ha jól emlékszek, mintha a beszélgetésünk elején te is így fogalmaztál volna, hogy van ennek a filmnek egy, egy ilyen vastag kihagyott lehetőség íze is. Nem mondom, hogy ez nem igaz. Tehát lehetett volna akár ez a film sokkal jobb is, de, De az én azt az mondom, hát az biztos. Tehát az, az, az abba úgy nagyjából biztos vagyok. Én azt mondom, hogy az ébredő erő után előre léptünk, mert a film egy kicsit bátrabb lenni, ehhez viszont föl kellett bizonyos dolgokat áldozni, például itt konkrétan az egyik történetszáról van szó, néhány logikátlanságról, ahogy te is mondtad, és akár ide, akár a szlók halálát is lehet venni. Mert tulajdonképpen azt is lehet egyfajta logikátlanságnak venni. Az első. De egyébként ez is érdekes, hogy ugye mondtam azt, hogy trilógiaként kezd el viselkedni. Hát ebben a tekintetben például nem? Igen, igen. Én most attól félek csak, hogy a következő rész így fog kezdődni, hogy a ugye, 8. epizód, vagy 9. epizód, és a köztársaság feltámadt hanvaiból ö, Régi Jedi lovaggá csapott, tehát meg, megint itt ezek az ugrások, hogy remélem, hogy ezt, ezt nem fogják folytatni. Mert tényleg, ez, 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 ahogy te is mondtad, ez, ez nekem nagyon oda nem illő volt. Miért kell tényleg azt csinálni? Olyan, mintha mint nem akarnának foglalkozni ezzel, és inkább ez a legegyszerűbb módja, hogy te is mondtad, inkább felrobbantjuk őket egy helyen, azt akkor meg van oldva. Itt meg leírják. Ez olyan, mint amikor a történetmesélést egy expozícióval oldják, meg is felolvassa valaki a történetet. Alias, ö, ö, mi volt a Pacific Rim? ott is Igen. megoldották megoldották. hogy az elén fel, egy narráció keretein belül elmondják a történetet, és kész. Ezt mehetnek egymásnak a karakterek újba. Egyébként tudod mi a vicces az egészben, hogy ugye előbb mondtam neked, hogy hát ugye a első rend bontogatja szárnyait, aztán ugye a másik részben már uralják a galaxist, Igen. de várjál, de várjál, ráadásul az előzőben legyőzik őket. Ez így van, lehet hatalmas csapás, és mit tudom. Ez, ez, ez közben jutott eszembe, hogy ráadásul még le is győz. Igen. Tehát nem elég, hogy még csak akkor pislákoltak, ki se tudtak rendesen gyulladni, mert jó, felrobbantották őket mindjárt. Ehhez képest most meg már rúzd a galaxi, tehát igen. Na igen, igen, uh, igen, igen. Tehát, tehát abban teljesen egyetértek, hogy vannak bizony erős logikai problémák. Talán ez engem annyira nem zavar. Hát erre vannak Mind. majd a rajongók, akik betömjük majd ezeket valamilyen koholványra. Igen, igen. É, biztos, hogy lesz rá magyarázat, hogy a nem tudom, most, most valami, ami nem volt szimpatikus, ha, hogy miért történt úgy, hogy na például, hogy ha Luke nem volt ott, akkor a Fénkardok hogy bírtak -e mégis egymásnak esni. Mert ugye az összeérintik többször is. Igen, de most erre meg azt mondom, hogy, hogy itt hajlandó vagyok elfogadni azt, hogy az erő misztikusságáról Igen, van teljesen. Szó. Ez, és ez, ez t nem t is olyan egetverő dolog szerintem. De Egyébként még egy gondolatot így majdnem zárásképpen azért hozzátennék -e a beszélgetésünk köz, ami tulajdonképpen nem illik ide, de azért kicsit, hogy megnyugtassam az embereket. Tehát ugye itt eleve arról van szó, hogy ugye a kritika egy szubjektív műfaj. Mi a véleményünket mondjuk el. Én, én csak maximum akkor szoktam egy picit dühös lenni, amikor valaki mondjuk szaroz. Mert a mm. szar az nem vélemény. Ez az maximum vélemény, de nem, nem egy összefoglalat, kritika, így van. De azért azért ezek a filmek, ezek adnak embereketnek dolgokat. És lehet, hogy nem sokat de például az egyik vetítésen ö, találkoztam egy, egy, fiatal emberrel, aki az első sorba ö, egy óriási szemüveggel nézte a filmet, uh -huh. és utána újságolták nekem, hogy az úri ember kettő százalékos látással rendelkezik, Aztán, és a Star Wars filmeket háromszor, négyszer nézi meg, még így is, hogy szinte semmit nem lát belőle, és olyan élvezetten meséli, hogy ez jó benne, et, és hogy, és ah, Istenem, és azért ez meg csodálatos, hogy ezek a filmek ilyeneket tudnak adni. Igen. És amikor Igen. így beszélgetünk arról, hogy most, ah, mert, az izé, az, az, a Kylo Ren meg ilyen, akkor gondoljunk abba vele, hogy azért van, akinek ezek a filmek ilyen élményt is tudnak adni, és, és én azt gondolom, hogy lehet vitatkozni, csak én mindenkitől egy dolgot kérek, kultúráltan. Így van. És és akkor lehet, lehet ez normális hangnemben, és a, fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, és ne feltétlen vitatkozzunk. Tehát, Meg, hogy nem meggyőzni a másokat a saját. Így van, így van, így van. El kell fogadni, hogy például én nem érzem azt, hogy köztünk bármilyen feszültség lenne, amiatt, mert nem ugyanúgy tetszett Nincs, volna hát hogy nekem van igazam, és nincs miről beszélnünk. Így van. <há> é, 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 pont úgy van. Igen, az addig jó, amíg ez így működik. És így kéne működnie, de hát ezt nem mindig sikerül sajnos. Igen, ezzel abszolút teljesen egyetértek, hogy ilyen értékeket, egy az, hogy nem tudom, hogy milyen más hasonló kariberű sorozat tud, van rá példa, nekem is van egyébként a Star Wars-on kívül is rengeteg más, de talán az ilyen érte meg csinálni. Az, amikor én is látok egy-két olyan kommentet videók alatt, hogy a gyakorlatilag sírni tudnék, és akkor én is azt mondom magamnak, hogy igen, ezért megérte az egészet csinálni. És most lehet, hogy is bosszankodok a filmem, mert nem ezt vártam tőle, de attól függetlenül akárki akármit pont, a Star Wars érzést nem, nem veszi el. Mégis, mint hogy az erőnek is, ennek is van egy ilyen misztikuma, hogy bemész és érzed, hogy itt, mikor megjelenik az első felirat, hogy réges egy messzi-messzi, ott már tudod, hogy otthon vagy. És lehet, hogy ez valakinek pont elég ahhoz, meg most gondolj bele abba, hogy mondjuk egyszer lesz egy gyereked, és mondjuk megnézeted vele a Star Wars-ot, és éppen azt mondja mondjuk a nyolcadik epizódban, de jó volt ez a film, és akkor azt mondja, hogy nem volt jók is, ez egy szar volt. Én, hát, nyilván nem ezt fogod mondani. Tehát... Nem Na, azt minden. fogom neki mondani, a Star Wars kisokos a legjobb YouTube csatorna, ezt kell megjegyezni. <sorz> Na ha nem, akkor targetosz. Azaz. igen, igen. Ilyen értékeket kell képviselni egy igazi filmnek. Hát szerintem lassan zárjuk is, mert olyan nagyjából két óráj beszélünk. Valószínűleg ezt már senki nem hallja, ahol most tartunk, tehát eddigre aludt el mindenki. Igen, lehet. Szerintem. Valószínűleg elérkeztünk arra a pontra, amikor már ezt senki nem hallgatja, de... Nem, valami válaszolsz, hogy tudom, hogy te itt vagy. Igen, tehát mondjuk legalább mi hallgatjuk, tehát így legrosszabb esetben legalább ezt tudjuk mondani. Igen. Hát, Gabi, nagyon Akkor... hogy tudtunk egy ilyen tartalmas beszélgetést kikerekíteni, és hogy nem ragadtunk le csak a Star Wars-nál, meg a filmnél. Én is abszolút örülök neki, és azt hiszem, hogy nagyjából ebből mindenki választ kaphatott két szemszögből arra, hogy milyen is az új film, és akár lehet erő izgalmasan tovább beszélni. Igen, hát remélhetőleg... lehet, hogy ez még csak a kezdete az egész beszélgetésnek. Na most Igen, hát... az a rész, Való... amikor kitágyalni kell majd másokkal is, ezt nyilván a komment szekcióban, meg egyéb üzenetek formájában. Tehát ezt már a többiekre bízom, innen stóval. Így van. Hát minden esetre, aki esetleg itt maradt, annak köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, aztán elképzelhető olyan jó sikerült ez a dolog, hogy havarosan folytatjuk. Ezzel Én most vagy vagy vagyok rá egyébként. mindenkit. Hát csak talán, igen, mert egy kis spoiler szerintem lesz a többi filmről is hasonló. Nekem van egy ilyen tippem. Legalábbis nekem biztos. Én tuti szeretnék meg kritikát még csinálni eléggé És majd lemásolom a te videódat. Jó. Mi, mindenképpen az izével kezdjük, az ebokokkal, a... Kár, idej... A meg a. Special... special meg a izé... Vagy mi volt? Hallyday Special, azaz. az. Hát jó Gabi, hát köszönöm szépen a lehetőséget, hogy... Mondanám, hogy itt lehettem, de hát ez így elég hülyén ki magát. A lehetőséget, hogy beszélgethettünk erről. Ha Én már is nem köszön tudtunk együtt elmenni moziba. Na. És... na majd legközelebb. És euh, akkor bízom benne, hogy ez egy euh, kezdete egy ilyen sorozatnak gyakorlatilag, hogyha megfogalmazhatom így. És reméljük, hogy aki itt volt velünk, és kibírta a, a kettünk személyét és vélemét, ő is jól szórakozott, vagy legalábbis jól érezte magát ez alatt a röpke két perc alatt, még az a videó tartott. <hűk> 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 Két órácska, De... Hát a film is kettő, több mint két óra. Igen, igen. igen, akár egy audio kommentárnak is beillene lassan. Gyakorlatilag, tényleg. Nem tudom még, Na, mi Csak el kell adnunk a Disneynek, tehát... Sok pénzt kellene érte. van valami még vélemény esetleg? Én, én befejeztem Nem, már szerintem... Szerintem, szerintem zárjuk le és elköszöntünk már. Úgyis Úgyhogy hogy sziasztok, jó, jó éjszaka, nekünk már jó reggel lassan. Négy hogy... óra, Jézusom. Igen. Jók lehetek, az erő legyen veletek. Azaz, erő legyen Sziasztok, veletek. Sziasztok, elő, elő, Sziasztok.